Köszönöm a türelmet. Aki nem volt itt az előbb, Sárosi Péter vagyok, a Drog Reporter szerkesztője, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek ilyen szép nagy számban erre ma estére. Máté Gáborral fogunk beszélgetni. Egy pár szót, igazából nem hiszem, hogy sokat be kéne mutatni Gábort, mert gondolom, aki eljött, az már eleve ismeri az ő munkásságát, de azért pár szót elmondanék bevezetőben az ő tevékenységéről, a munkájáról. Gábor 1944-ben született Budapesten, és 1956-ban emigráltak Kanadába, és orvosnak tanult, és Vancouverben, ami Kanadának ott az egészen nyugati részén van, ott a Portland Hotel Society nevű szervezetnél dolgozott, a súlyosan marginalizált intravénás drogfogyasztókkal dolgozott 10 éven keresztül, és több bestseller könyvet is írt, amelyek közül több is megjelent ugye magyarul, figyelemhiányos zavarról, függőségről, ugye ami Sóvárgás démon a címmel jelent meg magyarul, és hát foglalkozik hagyományos ősi gyógymódokkal, modern orvosi módszereknek az ötvözésével. Jelenleg éppen egy olyan kurzuson veszt, jelenleg egy olyan kurzust vezet több gyógyítóval együtt, ami hasonló ilyen hagyományos gyógymódokat és az ő saját módszerét próbálja ötvözni. És hát nem régen kitüntették az Order of Canada, kanadai rend kitüntetéssel, ami egy nagyon előkelő díjnak számít Kanadában. Ehhez ezúttal is gratulálunk, ez a díjhoz. És hát... Megkaptam ezt a Stalin díjat ezek szerint, igen. Hát, hogyha Trudeau-t lehet Stalinhoz hasonlítani, akkor lehet. És hát éppen most olvastam, hogy ti ennek a rendnek a kitüntetettjei tiltakoztatok a Trans Mountain Pipeline ellen, ami egy ilyen csővezeték Kanadában. És ezzel kapcsolatban kezdeném is el rögtön a beszélgetést, hogy ugye te is szoktál arról beszélni, hogy a világnak a legsúlyosabb függősége az nem a heroin függőség, hanem az olaj függőség. És hogy tényleg azt látjuk, hogy így tönkre megy a bolygónak az ökoszisztémája, és hogy látod most jelenleg a bolygónak a jövőjét ebből a szempontból? Van remény az emberiségnek? Ugye megbocsájtsz, akkor felállok, mert könnyebben látom így a közönséget. A legnagyobb függőség nem csak az olaj, hanem ami az olaj jelent, vagy amit az olaj hoz, ami a hatalom és a dús gazdaság. És ezek a legnagyobb függőségek a világban, mert ezek azokat az emberek abszolút képtelenek felhagyni és erről lemondani. És ezért persze mindent megtesznek, ölnek, zúznak, bántanak. Nézzetek, én mikor felnőttem itt Magyarországon, most jöttem a terrorházból, ami érdekes élmény volt sok szempontból. Én mindent elhittem, amit nekik, annak idején kisgyerek, amit a kommunisták mondtak a nyugati világról. És és aztán kijutottam Észak-Amerikába, és akkor persze a magyar forradalom alatt leesett a hályog a szememről, és láttam, hogy ennek a rendszernek milyen volt az igazi lénye, ami nem azt, amit nekem tanítottak az iskolába. És persze akkor nagyon hittem az USA-ba, és a demokráciába, és a kapitalizmusba. És végre aljöttem rá, oda lyukadtam ki, hogy azt, amit a kommunisták mondtak, a kapitalizmus az mindig az volt, és amit a kapitalisták mondtak, a kommunizmus az szintén mindig az volt, de majd mind a kettő magukról mondtak, az mind hazugság volt. Tehát abban a világban most is, akkor is a hatalom és a kapzsiság uralkodik, és ezért képesek háborúkat kezdeni. És Kanadában épp az a helyzet, hogy a benszülöttek, akiknek a legkeményebb sorsuk volt Kanadában, ahol majdnem kiírták őket, ahol a gyerekeiket több mint 100 év alatt elrabolták az otthonoktól, és beforszörzták őket, kényszerítették őket. Iskola, ez a úgynevezett bent lakó iskolákba lakni, ahol a gyerekeket több generáció alatt, nem egy generáció alatt, hanem több generáció alatt szexuálisan és fizikailag bántalmazták. Tehát ebből kifolyólag persze ezek között van a legnagyobb függőség, a legnagyobb öngyilkosság, a legtöbb elmebetegség,
a börtönekben a bennszülöttek, akik a lakosságnak 5%-át jelentik, de a börtönlakosságnak 30%-át jelentik. Ez Kanada. És legalábbis ez a Kanadának az árnyék oldala, amiről sokat nem beszélünk, illetve még ha beszélünk is, akkor se teszünk róla, nem teszünk róla semmit. Most ez a kormány, ami most létezik, ez a liberális kormány megígérte a bennszületeknek, hogy mostán igazságosabban fognak velük bánni, és ez a úgynevezett, ez a pipeline, ez a csővezető sok bennszülött területen fog átmenni, és ők nagyon félnek, hogy megint ki lesznek zsákmányolva, hogy megint a földjük el lesz pusztítva, és ennek dacára a kormány elhatározta, hogy bennszülöttek, nem bennszülöttek, ezt a csúcsvonalat mi megépítjük. Tehát ezért tiltakoztunk egyes kitűnéssel tisztelt kanadai polgárok, ez a csúcsvonal ellen. Nem csak azért, mert a környezetet, az environmentet fenyegeti a sok olaj, hanem azért is, mert megint egy gazság a bennszülöttek szembe. Nemrég elküldtem neked azt az írásomat, hogy Levendel Lászlóról szól, igen, aki egy hazai addiktológiának volt az egyik atya, és ő írta azt, hogy a magyaroknak a rendszer miatt gyakorlatilag két pótcselekvésbe menekülnek, az egyik az alkoholizmus, a másik pedig a gyűlölködés, uh-huh, és hogy mind a kettő azért van, mert hogy bántották őket. Uh-huh. Te is hasonlóan látod a magyarokat? Mikor ennek az orvosnak a Levente volt a neve? Levendel László. Levendel, ja. Mikor elküldted nekem az írásait, nagyon megleptem, mert nem is képzeltem volna, hogy itt több évtizeddel ezelőtt valaki létezik, aki annyira hasonló szemmel nézi a világot, mint én, és épp olyan dolgokat. Ez a baj ezekkel a dolgokkal, hogy majdnem minden generációban a valóságot fel kell fedezni újra, mert az orvostan minden tanít, csak nem az igazságot. Illetve az igazságot, amit tanít, ez nagyon szűk igazság. Sok nem szapulom az orvostudomány, sok gyönyörű csodát ért el, ezt mindannyian tudjuk és értékeljük. De amellett nagyon szűken látja a világot, és ez a Levendel belátta, hogy a kapcsolódásokat, a tünetek és a betegség és a stressz és a szenvedés között, és azt is, hogy az emberek azért fordulnak függőségek, mert szenvednek. Nem azért, mert betegek, és nem azért, mert hülyék, nem azért, mert rosszak, hanem a függőségek a szenvedéstől egy menekülést jelentenek, és erre az álláspontra én is megérkeztem a saját munkámon keresztül és a olvasásom keresztül. Hát ezt Magyarországon szépen le volt írva Levendel által több évtized ezelőtt, és erre nagyon csodálkoztam. Na most, amit a magyarságról mond, hogy a alkohol és a gyűlölet között mennek vissza, ide-vissza, hát ebben sajnos sok igazság is van, és amit láttam is mond többek között a terrorházba. De persze Pesten nem kell messzire utazni, hogy az embernek a gyűlöletnek a nyomáit látná. Nemrég a Sóvárgás Démona in the Realm of the Hungry Ghost című könyved megjelent újra, és akkor írtál egy új előszót hozzá, ha jól tudom, az ópiát krízis kapcsán, ami most Észak-Amerikában van. Yeah. Ez a krízisnek hogyan látod az okait, és hogy miért éppen most, és mi lehet ebből a kiút? Yeah. Most az amerikaiak okval, persze, de nagyon megmondtok döbbenve és sokkolva, amikor a 9-11, így mondják magyarul is, ezek a terrorista bombázások megtörténtek, és amikor kb. 3000 ember belehalt ebbe a támadásba egy pár órán belül. De most az a helyzet, hogy Amerikában, USA-ban minden 3 héten annyian halnak meg. Tehát minden 3 héten tapasztalnak egy 9-11-et, egy 9-11-et a túllökés miatt, a túladagolás miatt. Persze ez érdeklik őket, de annyira nincsenek felháborodva, mint
az egy nap alatt történt 3000 halála, mint amit minden 3 hétben most szenvednek. Éppen azért, mert a 9-11-t azt kívülről szenvedték, azt valaki idegen ellenség támadta őket, tehát erre fel lehet háborodni, de azt nehezebben nézik, vagy beleálltják be, mint itt is, hogy ez a 3000 ember, aki itt az opiát és másfajta tuladagolás miatt hal meg, az nem külső ellenségnek az áldozata, hanem a rendszernek, hanem a társadalomnak, hanem a társadalomba naponta megtörténhet, és egyre inkább nehezebb szenvedés miatt. Tehát ez a 3000 halál nem véletlen, hanem egy bizonyos fajta társadalomnak a hatását jelenti, és ezt nehezebben veszik fel. Mert hogyha ezt elismernék, akkor sok változást kellene tenni, amit nem akarnak. És főleg azok nem akarják, akik leginkább hasznot húznak a jelenlegi helyzetből. Hogy miért történik, ez nagyon hozzá van kötve a gazdasági és politikai változásokhoz, ami főleg azt jelenti, hogy ott a munkás osztály majdnem teljesen el van pusztítva, tehát mert a globalizáció miatt sok munka, sok ipar menekült, illetve vándorolt, kivándorolt Ázsiába, vagy máshova, Dél-Amerikába. Tehát az amíg munkások elvesztették a helyüket, a biztonságukat, sokan lumpen osztályba süllyedtek le, reménytelenek, amellett sok gyerek bántás van ott is, itt is, emberek sok stressz alatt vannak, a társadalomban általában kevesebbek gyengébbek a kötődések, a kapcsolatok, és ez mind hozzájárul ahhoz, hogy több drog és mindenféle, nem csak drog, a másféle függőségek is lesznek. És emellett, amit tudjuk, voltak bizonyos nagy gyógyszergyárok, illetve companies, vállalatok, akik ezt a sok érzelmi és fizikai fájdalmat szépen tudták kihasználni, és még reklámozták az újabb opiatféle orvosságokat, mintha ezek a fájdalmat csillapítják, de nem okoznak függést. Annak dacára, hogy a saját kutatások kimutatták, hogy ez mind hazugság volt, épp olyan jól lekesmettel tették ezt meg, mint ahogy a cigaretta vállalatok is évtizedekig letagadták, hogy a cigaretta például a tüdőrákot tud okozni. Tehát ugyanaz a fajta erkölcsi szépség, ami azt okozta, ezt is okozta. Tehát először is sok fájdalom, sok stressz, sok kikapcsolódás, sok veszteség, sok elkeserültség a társadalomban, és vállalatok, akik ezt használják, ezt kihasználni, akik készek ezt kihasználni, és aztán azt az ember, hogyha már nem tudja megszerezni az orvostól az opiát, félorvosságot, akkor megveszi az utcán a heroin vagy a fentanyl formájában. Tehát legtöbben most Amerikában, akik opiát függősök lesznek, orvos által kiírott opiátokkal kezdik el. Akkor kezdjünk egy más típusú drogokról beszélni, a pszichedelikus szerekről, ami egy teljesen más típusú csoportja a szereknek. És
ugye az első olyan író, aki bevezette az egész nyugati köztudatba ezeket a növényi szereket, az Aldous Huxley volt, aki az Érzékelés kapuit című regényt megírta, és amikor ezt megírta, akkor Thomas Mann, a német író, aki egyébként neki rajongója volt, azt mondta, hogy ezzel ő nem érte egyet ezzel a regénnyel, mert ugye ez egy ilyen menekülés a valóság elől, hogy az ember ezekhez a szerekhez, kémiai szerekhez fordul, ahelyett, hogy ezek nélkül érné el a megvilágosító élményeket, és hogy ő elítélte, azt mondta, hogy ez egy ilyen eszképizm, tehát ugye elmenekülés a valóság elől. Te mit gondolsz erről, erről az egész témáról? Ja, hát a szerekkel, a pszichedelikus szerekkel, erről ma is beszéltem ezen a tanfolyamon, amit most tanítok, tanítottam itt. A szer magából nem áll. A szer lehet arra használni, hogy az ember meneküljön saját magától és az igazság, valóságtól, mert a valóság túlságosan bántalmas, és akkor menekülünk tőle. Ez a persze a függőségnek az alapvető tényezője. De a szert lehet szertartásba is használni, ami egész más. Tehát a kérdés nem az, hogy az ember szeret használ, vagy nem szeret használ, kérdés az, hogy miért használja, milyen körülmények között, és milyen vezetés alatt, milyen indokokkal, és milyen szándékkal, és persze az emberek már világszerte használják a szereket már régen, ilyen ceremónia, illetve szertartási kontextusba, környezetbe. Nem azért, hogy meneküljenek a valóságtól, hanem hogy közelebb edjenek a valósághoz. Hogy egy mélyebb valóságot tapasztaljanak, érzenek és lássanak. Tehát ez egész más, és amit most tudjuk is sok tapasztalatból és kutatásból is, hogy a pszichedelikus szerekkel éppen az a helyzet. Például megvan az MDMA, az úgynevezett ecstasy, magyarul ecstasy, amit tényleg lehet ilyen party módon használni, az ember csak egy pillanatnyilag jobban érzi magát, és szeresse az embereket, és stb. Amit hogy éppen egy menekülést jelent, mert az azt jelenti, hogy enélkül nem tudunk eleget szeretni valahogy, vagyunk gátolva valahogy. De arra is képes persze az MDMA, amit most már tudjuk, hogy például a PTSD-nek egyik legjobb kezelése, hogyha jó körülmények között, terapista vezetés alatt és öntudás támogató indokkal, szándékkal tesszük. Tehát megint arról van szó, hogy mi a környezet, és mi az indok, mi a cél, amit el akarunk élni velük, ezt angolul set and setting-nek hívják. A set az a környezet, és a set az a mindset, az a indok, az a intention. A szándék, amivel elkezdjük, és a setting az pedig a környezet. Tehát set és setting, szándék és környezet. Ez teszi vagy jóvá, vagy esetleg negatívvá a szernek a használatát. Tudom róla, hogy a gyerekkorodban az egyik kedvenc meséd az a Mici Mackó volt. Ja, igen. És azt is mondtad, hogy egyszer volt egy ezzel kapcsolatos már megvilágosodás élményed a felnőtt korodban, azt elmesélnéd? Igen, persze. Tehát a Mici Mackó egy könyv, amit meg kell tudjátok, hogy a magyar fordítás még jobb, mint az angol eredeti. És ez azért van, mert a Karinthy Figyelcs fordította, aki persze egy kiváló író és humorista volt, tehát az angol gyönyörű és mulatságos és megható, de ha lehetséges a magyar, még inkább, legalábbis én úgy találom. Tehát ez volt mindig az egyik legkedvezetem könyvem, és hányan olvastátok a Mici Mackót? Ja, majdnem mindenki. Hát emlékeztek a könyv végén, amikor Robert Gida, a Christopher Robin. Egyébként ez is érdekes, hogy már belevágok saját magamnak. Az igazi Robert Gida, ez egy igazi gyerek volt, és ez az írónak, az A.A. Milne-nek a fia volt. És az igazi Robert Gida sokat szenvedett, mert az apja inkább a karrierére figyelt oda,
És mikor ez a micimackó és a nyúl és a tiger, a tigris és a kanga, stb. Ezek mind játékok voltak, amit az apa megvett a gyereknek. De a gyerek mindig úgy érezte, hogy nem ezért veszi az apja neki a játékokat, hogy tényleg játszom vele, vagy mert szeresse őket, hanem azért, mert egy szép meséket tud róluk írni. Tehát a gyerek nagyon felhasználva érezte saját magát. Tehát ez az ember terápiát saját is szenvedett, és persze végül is könyvesboltot nyílt, mint felnőtt, és aztán vezetett egy mozgalmat, hogy megmentsék a százholdas pagonyt. Ez volt a Robert Gidának, a Christopher Robinnak a története, de a könyv végén a Robert Gida kezd felnőni, és most iskolába kell járni neki, és magyarázza az összegyűlt játék barátainak, hogy most már nem fog olyan sokszor jönni hozzájuk, mert mindenféle komoly dolgot kell tanulni, mint a matematika és a történelem, stb. És egyszerűen nem lesz neki annyi idő játszani, ami persze nagyon szomorú valami. És aztán valahogy a Robert Gida és a Micimaszko együtt elvándorolnak a többi állattól, és csak a kettesen vannak ott az erdőbe, az elvarázsolt erdőbe, és beszélgetnek egy kicsit, és a Micimaszko persze, mint a mackónak, akinek nagyon kevés agya van, bear of little brain, nem ért semmit, de Christopher Robin megragadja a kezét, és elkezdenek játszani, és az utolsó mondat a könyvnek az, hogy de akárhova mennek, és akármit tesznek, elvarázsolt erdőbe egy kisfiú és a medvéje mindig játszani fognak. Na most, mikor ezt olvastam, mindig majdnem sírbe fakadtam. Mert mit láttam benne? Az élet elmúlását, a gyereki ártatlanságnak az elmúlását, a szabadidőnek a elveszteségét, stb. És ez mindig nagyon szomorát tett, amikor emlékeztem, hogy olvastam felnőtt szemmel ezeket a szavakat, és aztán egyszer ayahuasca hatása alatt más tapasztaltam, és rájöttem, hogy nincs semmit sírogatni, mivel én vagyok a medve, és én vagyok a kisgyerek is, és még mindig játszok. És egész életemben játszani fogom. Tehát ez a játszogatás nincs bennem kiirtva, ez bennem marad, mindegyikünkben bennem van. Tehát nem kell semmi sírogatni. Ez nem egy rossz dolog, ez egy jó dolog, hogy az erdőben a kis medve és a kisfiú mindig játszani fognak. Mert így kell lenni az életnek is. De ezt láttam. Ilyen dolgot tanít nekem az ayahuasca. Tudod, mindenki más látományokat lát, és angyalokat látnak, és kígyókat látnak, és pádacukat látnak, és életváltozó bölcsességet tanulnak. Én pedig a micimackót láttam, tudod? Ha már az ayahuasca-ról beszélünk, te ugye többször jártál Perúban, ahol a Shipibo törzsnél egy tanítójával, mert nevezhetjük sámánnak, ha már ők nem hívják annak, ő vele vettél részt ilyen közös ayahuasca szeánszokon. Na, bocsáss meg, Péter, én nem voltam többször Perúban, egyszer voltam Perúban, de már 10 éve dolgozok az ayahuasca-val, csak nem Perúban. Illetve jövő évben fogok vezetni egy elvonulást, egy visszavonulást Perúban, de ez az első, amit én ott vezetek. De másút Dél-Amerikában jártam, és ilyen sámánokkal, vagy ayahuasca-okkal, akik a sámántól tanultak, együtt dolgoztunk, és ezek a visszavonulásokat vezetünk. Tehát csak azt akarom javítani, hogy nem pontosan Perúba. Okay? De egyszer voltam, hogy igazad van. De hogy úgy általában az ayahuasca-val kapcsolatos élményeid, hogyan kerültél vele kapcsolatba, és milyen élményeid vannak az ayahuasca-val? Meg esetleg azt is elmondhatod itt a közönségben, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az ayahuasca. Ja, szóval ayahuasca ez egy növény, ami a dzsungelben, illetve az amazoni dzsungelben nő, egy ilyen vastag vine, inda, ami körül tekeri magát a fáknak, nagyon fás, és feladagolják, felvágják, és összekeverik egy másik zöld növényel, aminek Chakruna neve, és ez kb. 6-8 óráig forralják,
forró vízbe, keverik, stb. 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 Imádkoznak fölötte, és 8 órával később elkészül ez egy borzalmasan keserű, tejaféle valami, amit, hogyha megiszol, esetleg látványokat fogsz tapasztalni. Látomásokat, igen. Látomásokat fogsz tapasztalni, mély insight, önbelátást, vagy belátásokat fogsz tapasztalni, vagy gondolni. Esetleg átmész a poklon, ami azt jelenti, hogy átmész a gyerekkoroknak a legnehezebb részéről, nem a esetleg az esetekbe, hanem abból szempontból, hogy mit éreztél, amire már nem is emlékszel tudatosan, mert olyan fájdalmasak voltak ezek az események, hogy le is nyomtod a tudat alatt, tehát ez az ayahuasca nagyon fel tudta hozni. Azzal különbséggel, hogy mikor gyerek voltál, éppen azért szenvedtél, mert nem volt senki, aki melletted állt. Tehát egyedül voltál. Most, mikor átmész ezen a poklon, most nem vagy egyedül, hanem valaki ott van, hogy téged támogat és vezet és gyógyít. Vagy esetleg elkerülsz a mennyországba, ahol belátod mindennek az egyességét, és mindenféle szép lények beszélnek veled, és biztogatnak, de encourage you. Támogatnak, biztatnak. Oké, okay, yeah. Tanítanak. Vagy az is lehet, hogy csak ott feküdsz 8 óráig, és hánysz, és fáj a gyomrod, tudod? Tehát, de abban is van fantázia, mert annak is van jelentősége, és abból is lehet tanulni. Tehát engem mondjuk nem érdekel annyira pontosan, hogy mit, amit tapasztalt, vagy látott, vagy érzett valaki, hanem azt, hogy mi ebből a tanulság, mit tudok ebből az eseményből, ebből a tapasztalatból tanulni. Na most, ez a tied? Ez az enyém itt a semmiben, igen. Kaptam egy pár nappal ezelőtt egy e-mailt valakitől, aki egy nő, akivel Írországban találkoztam, körülbelül júniusban voltam ott tanítani, stb. És odajött hozzám egy, most nem fogom megkérdezni, olyan hozzám egy írnő, hogy azt mondta, akinek sok fizikai betegsége volt, ADHD-je van, tehát Ritalin szedett, szteroidokat szedett a mindenféle bélgyulladásra, altatóorvosságokra szednie, mert annyira ideges, nem tudott aludni, és persze, mint mindig az én állításom szerint, és ezt írom a könyvembe is, ezek a betegségek, ezek a fizikai tünetek, szellemi vagy mentális tünetek nem véletlenek, ez nem csak csapást jelentenek, hanem ez mindig a gyerekkori traumának fejezik ki. És ez volt persze a helyzet az ő esetében is. És ő kérdezte, hogy most mit csináljon, mit lehet tenni. Mert belátta a szavaimból, hogy ez volt az ő élete, hogy ezért lett beteg, de hogy most hogy hova menjen innen. Most úgy történik, hogy nekem van egy gazdag amerikai támogatóm, akivel sose találkoztam, de aki valami oknál fogva nagyon értékeli a munkámat, és aki nekem küld pénzeket, nem azért, hogy engem fizessen, hanem azért, hogy másokat támogassak a gyógyulás felé. Tehát időnként meg tudom magam engedni, hogy valakinek pénzt adok, illetve fizetek egy kurzusé, vagy egy terápiáé. Ezt a nőt elküldtem Közép-Amerikába ayahuasca szertartásokra. És nemrég pár hét ezelőtt küld nekem egy e-mailt, amit most megtalálhatnák, hogyha kutatnám, de most nem akarom az időt erre rászentelni. De a Katama meghalotta, a máma, azt írta, hogy poklon átment, meg akart halni többször az éjszakák alatt, négy szertartáson vett részt, olyan sokat szenvedett, ez persze mind a gyerekkori érzések jöttek fel nekik,
De megkapta a támogatást, megkapta a szeretetet, megkapta a vezetést, megkapta a biztonságot, és ez a pokol eltűnt, és tapasztalta az mindenkivel való egységet, azt, hogy nincs múlt és nincs jövő, csak a jelen pillanat van, hogy a sok bántás, amit érintett őt, az nem pusztítta előtt az ő lelkét. És mikor hazament, fizikailag teljesen megváltozott, azóta nem szed szteroidot a gyomorgyulladásra, nem használ altatót és nem kell ADHD-orvosságot szedni. Na most ez kb. Egy hónap előtt érkezett haza, majd meglátjuk, hogy milyen tartós lesz ennek a hatása, és ez persze, mert maga az, hogy ez megtörtént, ezt már gyakran láttam, de a kérdés az, hogy mennyedig fog tartani, ez attól is függ, hogy mennyibe integrálja, mennyibe a tanulmányait az életébe. De ő nagyon okosan azt is írta nekem, hogy just, ha még ez 6 hónapig tart, akkor majd beszél másokról erről a változásokról, de addig magához tartja, hogy inkább saját magán dolgozik. Tehát ez egy lehetőség, ami megvan. Persze nem állítom, hogy mindenkinek ilyen dramatikusan gyors, vagy ilyen dramatikusan mély. Megmondom őszintén, amit ő tapasztalt, én már 10 éve teszem az ELSZK-t, közel sem jöttem, hogy ilyenfajta mély változást tapasztaljak. Én vezetek másokat oda, de én valahogy nem lyukodok oda saját magamnak. Tehát nem olyan egyszerű dolog. De nem ritka, hogy valaki tényleg ilyen mély transformációt tapasztal, és biztos vannak itt a szobában emberek, akik ezt személyesen tudják tanúsítani. Ha már erről beszélünk, hogy hogyan lehet integrálni ezeket az élményeket, akkor ezzel kapcsolatú tanácsokat adni, mi az, ami mit kell tenni ahhoz, hogy ezek integrálódjanak a hétköznapokba is, ezek a pszichedelikus élmények? Azt a Huxley írta ezt a könyvet, a Doors of Perception. Igen, mi volt a magyar cím ennek? Az érzékelés kapuj. Erről beszéltél, ugye? Igen. Tehát ezek az ajtók kinyílnak, de az nem elég, hogy az ajtók kinyílnak, azon át kell is menni azokon az ajtókon. Tehát ez az átmenés gyakorlat és energia és kötelezettség, önkötelezettségre van szüksége. Tehát valami fajta tovább terápiára lesz szükség esetleg, vagy joga, vagy meditáció, vagy valamiféle másfajta spirituális munkáról van szó, érzelmi munkáról van szó, öntudatról van szó, az szó van, hogy magunkat jól kezeljük, mármint fizikailag, hogy egészséges kosztot tegyünk, nem túl sok cukrot, nem sok tésztát, stb. Persze, hogy ne használjunk túlságban legalábbis kábítószereket, alkohol, stb. Tehát a hosszú idői kötelességre van szükség, hogy ezek a változások tényleg megrögzögnek, vagy meggyökereznek az életünkbe. És persze ez mindannyiunknak nagyon nehéz. Én tudom magam tapasztalatából, hogy könnyű elhatározni valamit, de nehéz esetleg ezt az elhatározott naponta megtartani is. Most, amikor ilyen sámánokkal, meg tanítókkal dolgozol, őnekik azért van egy elképzelésük arról, hogy itt ilyen szellemek munkálkodnak a háttérben. Yeah. Te is elfogadod ezeket a nézeteket, vagy te mit gondolsz ennek az egésznek a spirituális hátteréről? Yeah. A sámánokkal vele dolgozók tényleg nem csak úgy elképzelik a szellemeket, vagy az ördögeket, hanem látják is őket. Azt fogják mondani, hogy láttam az ördögöt, aki annak a kliensnek, bele van esetleg 20-25 ember egy szertartáson, és ők persze ott ülünk a sötétbe, és a szertartás alatt a sámánok énekelnek, énekelnek, kántálnak, és tanulmányozzák energia szempontjából, hogy mi történik kivel abban a szobában, és pontosan érzik a szobán keresztül,
esetleg én itt vagyok, mint a sámán, és te mondjuk ott vagy a negyedik sorba, vagy a tizedik sorba, de ők érzik energikusan, hogy mi történik veled. És akkor neked énekelnek valamit. És sokszor azt mondják nekem, hogy nem sokszor, de nem ritkán azt mondják, hogy én láttam az ördögöt, vagy a rossz szellemet annak az embernek a vállán, vagy a nyakán, vagy a fején, vagy a gyomrába. És akkor mi, mint mondjuk a Jézus kivelte a rossz szellemeket, az ördögeket az emberekből, ez is egyfajta spirituális gyógyítás volt, ők is ezt teszik. És mondom nekik, hogy mi az Isten beszélnek nekem, én is ott ültem, nem láttam semmit. Persze, de engem nem érdekel, hogy mit látnak, vagy mit nem látnak. Én szerintem ez bizonyos fajta nyelvezet, vagy hozzáállásnak a kérdése. Az én világomban szellemek, ördögök nem léteznek, az én agyam erre túl sivár, hogy ezt el tudja képzelni. De megértem ezeket a lényeket, mint pszichológiai lények, és mindegyikben tökféle pszichológiai lény létezik. Tegnap most itt egy tanfolyamot segítem tanítani, tegnap dolgoztam egy nővel az osztály előtt, akivel van az Adolf Hitler például. És nagyon gyűlöli a Hitler. Mi ez a Hitler benne? Ez egy világpusztító düh és harag és agresszív impulzus. Hát amikor megbeszéltük a dolgot, akkor kitűnt, hogy ez a Hitler egy éves volt, és csak a haragon keresztül tudta éreztetni ennek a nőnek a fontosságát, mert a világ nem látta az ő emberi fontosságát. Na most, tehát én el tudom képzelni, hogyha a sámán barátom ránéz egy ceremónia, egy szertartás alatt erre valakira, látja benne a gonosz indulatot. Nem az, hogy a nőnek gonosz indulata van, hanem benne van egy gonosz indulat, mindenhogy benne is van a jó indulat. Az igazság az, hogy mindenki közöttünk tart belül nem csak jó dolgokat és jó lényeket, hanem rossz lényeket is. Bennem is megvan a Jézus, mint bennem is van a Hitler. Tehát ezt mondjuk el kell fogadni, és feltételezem, hogy amikor a sámanok ezeket a gonosz szellemeket látják, ezeket látják. Így magyarázom én. Ők magyarázzák, úgy ők magyarázzák. De nem számít. Azt számít, hogy amit tesznek, az hasznos, vagy hatásos, vagy nem. És arra kell mondanom, hogy igen. Hát azt mondják, hogy én azt mondom nekik, hogyha ti szellemet látok, és ti hatásosan dolgoztak vele, akkor látjátok szellemeket. Engem nem érdekel. Ez az én álláspontom. Sok emberrel beszélek, akiket úgy érdekel ez az egész pszichedelikus téma, és akár szívesen részt vennek egy ilyen szertartáson, de félnek attól, hogy mivel fognak találkozni, és attól is félnek, hogy lehet, hogy benne maradhatnak ebbe az állapotba, hogyha elvesztik az utat a pszichedelikus utazás során, hogy amikor egy ilyen vezetett utazás van, akkor ennek mekkora a veszélye, mit, hogyan látod ezt, hogy mennyire kell félni az embereknek ettől? Nézd, erre több válaszom lenne. Első az, hogy tényleg fontos, amennyire csak tudod, hogy egy olyan helyre menjél, ahol tényleg a vezetők tanult emberek, mármint ebbe a tradícióba, ebbe a hagyományba tanult emberek, képzett emberek, és hogy jó indulatúak. Mert én ismerek olyan sámanokat is Perúba például, akik nagyon erős gyógyítók, tényleg hatalmas erős gyógyítók, fantasztikus, hogy mit tudnak elérni, én láttam saját szememmel is, de amellett a fiatal nőket szexuálisan kizsákmányolják a szertartás alatt. Tehát bennük van ez az ördög is, amit még nem dolgoztak ki, és persze a hatalom, persze nagyon hatalmas emberek, mert kijön hozzájuk a sérülékeny, sérült, bántott emberek, és ők meg tudják érezni pontosan, hogy kit lehet kizsákmányolni, és kit nem. Tehát ez is van. Tehát vigyázni kell. Egy. Az a kérdés, hogy emberek attól félnek, hogy belesnek valamibe, amiben ne tudnak kimászni. Nézd, én már 10 éve dolgozok ezekkel a szerekkel, főleg az ayahuascával.
Azt még nem láttam, hogy valaki örökre bent maradt volna egy ilyen megszállt állapotba. Persze bizonyos embereket nem fogadunk el, ha a pszichózisod volt, akkor, nem, akkor egyszerűen túl veszélyes szerintem. Hogyha a mániád volt, az szintén túl veszélyes. Hogyha úgynevezett split personality disorder, tudathasodás, akkor is kicsit veszélyes, szerintem. És főleg azért veszélyes, mert hogyha valami nehézet, traumát kivált benned ez a ayahuasca esemény, az még lenne a baj, hogyha lenne időhöz feldolgozni. De esetleg ez a feldolgozásnak hónapokig kell tartani, és mi nem vagyunk hónapokig valaki, de csak egy hétig valamik valaki legfeljebb. Tehát erre nincs hely, erre nincs időnk, nincs energia. Én egyszer láttam 10 év alatt több száz, sok száz klienssel, egyet láttam valakinek, akik nem volt semmiféle történelme a pszichózisról, de tényleg az ayahuasca hatás alatt egy olyan traumát hozott fel neki, hogy teljesen splitolta magát, és egy ilyen manikus pszichózisféle helyzetbe került. Egy hétig tartott, hogy kijött belőle nagyon erősen, és nagy sok szeretettel és türelmel kellett őt ápolni és támogatni, és még nyugati orvosságra is szükség volt, hogy kijönbe. De kijött belőle, és sokat tanult belőle, és sokkal jobb most az élete, mint akkor volt. De ez az egy eset, amit 10 év alatt tapasztaltam, vagy láttam. És általában ez nagyon ritka valami. Van egy másik növény is, amivel szereztél tapasztalatokat, az iboga. Ja. Erről is beszélnél egy kicsit? Ja, iboga egy, egy afrikai növény, a Gabon országból származ, ahol szintén már évszázadok óta szertartási módon használják fel a bizonyos törzsek ezt a növényt. Megint látomást tapasztalnak, és közösen énekelnek. Az ének hihetetlen, hogy nemrég én is tapasztaltam ezt az ibogát Kanadába, és de játszottak egy lemezt, illetve egy felvetést, egy recording ezekről a törzsi dalokról, és tényleg, mint hogyha egy nem tudom milyen világba kerültem volna, ahol nem láttam a szellemeket, stb. De ilyen mélyen, és ilyen, hogy mondjam, valódilag, ilyen valósággal, ilyen lelki mélységgel még nem hallottam semmiféle zenét, akár egyházi zene, akár klasszikus zene, akármi, ez hihetetlen volt. Ez az embereknek az eredeti zenéje, mert mi is mindig, mert minden ember törzsekbe kezdte, bármint az evolúció hossz több százezer éve alatt, és még a Homo sapiensnek a 100 000 éves tőtőm alatt is, főleg törzsekből laktunk, és mi is így énekeltünk és táncoltunk. Nem feltétlenül szerekkel, de közelebb voltunk a természethez és a földhöz, mint mi most a mai világban. De az ibogán, tehát az iboga is egy ilyen lelki tanító, és az emberek tényleg sokszor megint tapasztalják a traumájukat, és a átváltozás, stb. De van egy bizonyos hatása, ami pártalan, ami azt, hogyha valakinek egy opiátféle függésége van, egy iboga szertartás után másfél nap alatt elmúlik a sóvárgása az opiát után, és nem megy át a, hogy mondják, a withdrawal symptoms. Elvonási tünetek nincsenek. Közel sincs ilyen orvosságunk a nyugatba, nem is tudjuk elképzelni, hogyha valaki, nem tudom, itt használják a metadont, vagy nem? Igen. Ja. Itt legfeljebb, ha valaki opiát függős, akkor cseréljük az opiátot egy törvénytelen opiátról, a törvényes opiáról, tehát a metadont adunk nekik, vagy esetleg
Suboxone, azt nem tudom, ismerik itt szintén. Igen. Igen. De mondjuk nem tudjuk megállítani a visszavonási, vagy vissza... Elvonási tüneteket. Ez az iboga így megállítja őket. Na most. Ez sem mindenkinek szól. Megint jó kezekre kell ezt tenni, mert ez még veszélyes is tudni. Szívbaj tud okozni, stb. Én már többször tettem, és semmi bajom nem volt. De nem egy egyszerű valami, de megint ez egy lehetőség, akik sokaknak segíthetne, hogyha a nyugati világon tanulmányoznánk, és megtanulnánk, hogy hogy kell használni, stb. De nem, mert mi túl okosak vagyunk, és mi mindent tudunk, tehát mi tudunk mi tanulni ilyen szimpla, egyszerű, primitív törzsöktől Afrikába, tudod, ez a mi álláspontunk itt a nyugaton. Tehát ilyen egy bizonyos fajta szemtelenség a mi számunkra. De azt is mondtad korábban, hogy sokszor úgy érzed olyan, mint a Brian életében, a Monty Pythonnak a főhőse. Bocsánat, nem értettem. Ugye a Monty Pythonnak van ez a filmje, a Life Monty of Brian, és hogy sokszor úgy érzed magad ezzel a pszichedelikus szerekkel kapcsolatban, hogy amikor megkeresnek. Ez csak arról szól, hogy most bocsánat kérek, de ilyen, hogy mondjam, swear words. Káromkodás, vulgáris vagy. Ugyan vulgáris szavakat fog használni, tehát aki ezt nem bírja hallani, dugják meg a füléket, jó? A Monty Python, a Life of Brian, a Brian élete, ismerjétek azt a filmet? Ja. Én úgy voltam az ayahuasca-val, hogy megírtam ezt a könyvemet, aminek a magyar címe a sorvágás témán a függőségekről, és aztán utaztam, beszéltem a könyvről itt, ott, amott, és majdnem mindenütt valaki feltette a kezét, és kérdezte tőlem, hogy na mit tudok én az ayahuasca-ról és a függőségnek a kezeléséről. Hát mondtam igazságosan és nagyon szerényen, hogy nem tudok semmit róla, köszönöm szépen. Következő állomáson szintén valaki felteszi a kezét, kérdezte, hogy mit tud maga az ayahuasca-ról és a függőség kezeléséről. Mondom, nem tudok semmit. Harmadik helyen, negyedik helyen, ötödik helyen ugyanaz a kérdés jön fel, és már kezdem magam a gondolkozom, hogy az Isten áldja meg a magát. De most én 3 évet töltöttem, hogy ezt a könyvet megírjam, mindent kutattam, mindenről tudok, csak erről nem tudok. Miért nem kérdeznek valamiről, amiről tudok beszélni? És már tényleg úgy éreztem magamat ezzel kapcsolatban, mint a Monty Pythonnak, a Life of Brian-nak, a Brian, aki mindenki azt mondja, hogy ő a messiás, és ő tagadja, hogy ő a messiás. Nem vagyok a messiás, hagyjatok békén. Én mondtam, én nem tudok semmit az ayahuascáról, hagyjatok békén. De ők persze erősködnek, hogy tényleg ő a messiás. És végre azt mondja nekik, hogy okay, én vagyok a messiás, na basztátok meg magatokat. Erre a tömeg azt mondja neki, köszönöm, uram, hogy basszuk meg saját magunkat. Tehát én éreztem is magamat az ayahuasca kapcsolatban, most nem tudok róla semmit, basztálok. De aztán az történt, hogy valaki megsúgta nekem, hogy tudom ezt az ayahuascát tapasztalni Kanadába is, nem kell mennem mély Dél-Amerikába, hanem lesz Vancouverből, sőt egy ilyen szertartás, egy dél-amerikai sámán. Persze ez nem törvényes, de történnek az ilyen dolgok, még itt is, megsugom nektek. Itt is lehet, és tényleg tapasztaltam a dolgot, és egy fél órán belül pontosan értettem, hogy miért kérdezték ezt az emberek, mert láttam benne a lehetőséget. Most nem tudom megmondani, hogy miért láttam, de láttam a lehetőséget, és még azon a héten elhatároztam, hogy ezen dolgozni fogok. Na most ezzel működök, mondom azon már 10 óta, nem állítom, hogy ez a munkámnak a nagy részét jelenti. Egyszer egy évben töltök ezzel, mármint hogy másoknak ezzel segítsek. De nagyon érdekes munka, és tényleg a leggyorsabb változást, amit látok, azok ennek a hatás alatt történnek. Az egyik ugye fő témád az a gyerekkori traumák, és hogy segít az ayahuasca? Amit mondtam, a traumának a feldolgozás. Hogy mondjam, a,
a core, the centrum. Fő oka? Tessék, nem a fő oka, hanem a fő jellegzete. Nem az, hogy mi történt hozzánk, hanem hogy mi történt belünk. Tehát valami történt hozzánk, ami miatt valami történt belünk. Hogyha valami történik hozzánk, például ütnek, vernek engem, de ez nem változtat engem belülről, akkor nem vagyok traumába. Tehát a trauma azt jelenti, hogy valaki bántott engem, aztán azt jelenti, hogy ez a bántás miatt én valahogy elkapcsoltam saját magamtól, lenyomtam az érzéseimet, mert túlságosan fájt, nem bízok a világba, az egyik világnézete megszűkül. A Buddha egyszer azt mondta, hogy az elmékkel, az elmével, az aggyal, a minddal alkotjuk a világot. Persze, hogyha én olyan világot látok, ami borzalmas, ami egy veszélyes világ, akkor milyen világban élek? Akkor milyen, hogy kell nekem reagálni? Önzőnek kell lennie, mert nekem kell megkapni mindent, mielőtt mások elveszik tőlem. Agresszívnak kell lenni, hogy én támadjam a másokat, hogy ne támadjanak engem. Paranoidnak kell lennem, félnem mindig kell. És minél hatalmasabb akarok lenni, hogy a mások ne fenyegetsenek, illetve Amerikának az elnöke legyek, mert ő mondta ezt, hogy ez egy borzalmas világ. És ő ebben a világban él, és ő mindent megtesz, hogy ezt a világot alkotja ki. Miért? Mert gyerekkorban olyan sok traumát tapasztalt, ezt tudjuk róla. Apja fenyegette őket, és szapolta őket, és gúnyolta őket. Egyik öccse halálra itta magát, és a Trump pedig a hatalomba és a gazdaságba menekült. De ugye ha így látom a világot, akkor egy nagyon szűk világban élek. Mert csak magamra gondolok. És igazi kapcsolatban senkivel sem tudok lépni, és csak mindenkit ki akarok használni, mielőtt engem ők kihasználnak. Tehát a trauma kikapcsol minket saját magunktól, szűkíti a világnézetünket, elvág minket a más emberektől, sok fájdalmat iktat belünk, hogy sok belső fájdalom van, ami, ha nem akarjuk tudomásul venni, akkor csak menekülni tudunk tőle. Például a függőségekbe, stb. Tehát ezek a traumának, ez jelentik a traumát, hogy mi történt belünk. Na most elvetettem a kérdésedet. Olyan ékesen beszélek, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszélek. Hát, hogy mi is volt a... igen, hogy maga az ajahu, hogyan segít ebben a gyerekkori traumák. Szóval. A traumának azért történnek ezek a dolgok bennünk, nem azért történnek ezek a hatások bennünk, mert rossz dolgok történnek hozzánk, hanem azért, mert teljesen egyedül voltunk. És tehát nem tudtuk kifejezni magunkat, nem tudtuk feldolgozni a dolgot. Például, néha nekem azt mondja valaki, hogy én függős voltam, de én boldog gyerekkorom volt. Egyébként, ha itt van valaki, akinek lelki baja vagy függősége volt, és tényleg azt hiszi, hogy boldog gyerekkor volt, szívesen beszélgetek veled, és két perc múlva megígérem, hogy ki fogsz ábrándulni a boldog gyerekkorodba. Lenne itt valaki, aki tényleg azt hiszi, hogy boldog gyerekkor volt? Oké, nincs? Akkor jó. De hogyha tényleg azt hiszed, hogy boldog gyerekkorod volt, ne csak azt kérdezd, hogy ütöttek vagy bántottak, mert esetleg senki se bántott, senki se ütött. Esetleg apád nem volt korhely, és nem üvölközött veled gyerekkorodban. Esetleg az anyádat nem láttad, hogy verték a szemeid előtt. Esetleg egy jó középosztályi, jó ellátott otthonban nőttél fel. De azt nem lehet, és szerettek téged. Igazán szerettek téged. De az nem azt jelenti, hogy nem ért téged trauma. Kérdezd meg magadtól, hogy mikor voltál valahol szomorú, és vagy volt valahogy lelki fájdalmad, vagy érzelmi fájdalmad, vagy magányos érzeted, mondom szomorúság,
valami téged zavart, valami félelmed gyerekkorban? És ha volt, kivel beszéltél? Most 99 emberből 100 azt mondja, hogy nem beszéltem senkivel. Pedig amikor megszülettél az első napom az életedbe, nagyon is ki tudod magadat fejezni. Hogyha valami fájt neked, bőgtél. Hogyha éhes voltál, bőgtél. Hogyha kényelmetlen voltál, vagy túl nedves voltál, sírtál és kajabáltál. Tehát kifejezted nagyon is, hogy mi a helyzeted, és kérted a segítséget ezzel a kiabálással, vagy a sírással, hívtad a segítséget. Tehát, hogy azt tudnéd, hogy már 5 éves korban, én például nem emlékszem, ott feküdtem itt a Hungária körülton, 5 éves, 6 éves korban sok fülgyulladást kaptam, és feküdtem ott reggel, és ez mindig az éjszakán alatt rosszabb. Tehát mondjuk feküdtem ott reggel 4-kor, 5-kor, és nyöszörögtem saját magam, mert fájt a fülem, de nem hívtam a szüleimet. Nem azért nem hívtam őket, ők nem akarták volna, hogy hívjam őket, de azért, mert most már nem mondjuk meg, hogy nem megyek most bele, hogy miért, de én már csecsemőkorban megtanultam, hogy egyedül vagyok, és neki is kérjek segítséget, mert azzal csak több bajt fogok okozni. Tehát ezt kérdezd meg magadtól, és ez nem azért, mert az anyám így akarta. Csak azért, mert én éreztem, hogy olyan sok stressz alatt volt, én nem akartam hozzáadni a stresszéhez, mert az fenyegette volna az én helyzetem is. Tehát megtanultam, hogy tartsam be a fájdalmat, ne fejezzem ki magamat. Emiatt a trauma, illetve az a bántás, ami hozzánk történt, nincs feldolgozva. Mert csak akkor van feldolgozva, hogyha beszélni tudunk róla. Tehát mondom, ne azt kérdezd magadtól, hogy ki bántod, ki nem bántod, azt kérdezd, hogy mikor egyedül voltál, vagy valami fájt neked, zavart téged, kivel beszéltél. És ha nem beszélték senkivel, azt mutatja, hogy a trauma akkor már benned megtörtént, mert már elvágtad magad a segítségtől. Na most az ayahuasca azon változtat, hogy mikor átmegy, vagy újra éled esetleg a gyerekkori traumádat, illetve azokat az érzéseket, amik a gyerekkori trauma alatt érezted, esetleg nem is emlékszel a történetekre, emlékszel vagy nem emlékszel, nem számít, de az érzelmek, amik feljönnek, ezek a gyerekkori fájdalmak, a gyerekkori terror érzések például. De most nem vagy egyedül. Most te is ott vagy, mint egy felnőtt. És amikor megnézik a ilyen szkánokkal, hogy mondják ezt mondjam? Agyszkán. Agyszkánnal az ayahuasca hatását, mit látnak, hogy az agynak két központja lobbant fel. Egyik az, ahol a gyerekkori érzések vannak, érzelmek vannak, és a másik pedig, ahol a felnőtti belátás van. Tehát most ott vagy saját magad mellett, mint egy felnőtt. Tehát tapasztalod magadat, mint egy kisgyerek, de ott is vagy, mint egy felnőtt. És amellett, ha jó körülmények között csinálod, akkor ott van a sámán, aki segít neked, és dalol neked, és énekel neked. Ott van valaki, aki téged esetleg meg is fog ölelni. Támogatni fog, bíztatni fog, simogatni fog, ahogy ez megengedhető és esedékes is. Esetleg van, aki energiát, munkát tesz veled, stb. Tehát most átmész ezeken az érzelmeken, de nem vagy egyedül és nem vagy segítség nélkül. Tehát nem vagy segítségtelen. Ez okozza a transformációt, a változást. Egyébként én is azt gondoltam, hogy boldog gyerekkorom volt, és a hatásodra rádöbbentem, hogy nem annyira, és 2 éves koromra volt egy traumatikus. Biztos nagyon hálás vagy. Nagyon hálás vagy. De már megbeszéltük anyukámmal. És hogy mit tanácsolsz a szülőknek? Hát, hogy azoknak, akiknek most van olyan korú gyerekük, mit tehetnek, hogy ezeket így elkerüljék? A gyerek a... mint az én gyerekeim. Nem a szülőnek a szeretetét csak tapasztalják, vagy a szülők jó szándékait tapasztalják, hanem főleg a szülőknek az idegállapotát tapasztalják. Egy amerikai orvos író, esetleg is valami is van, Daniel Siegel, beszél az úgynevezett interpersonal neurobiology. Ezt hogy mondja át magyarul? Interpersonális neurobiológia. Brilliáns. Nem is tudtam, hogy ilyen jól beszélek magyarul. Jó. Az azt jelenti, hogy az agyunk össze van kapcsolva egymáshoz.
ez, hogyha azok, a, azok közöttek, akik mondjuk egy páros viszonyban vagytok, olyan tudjátok, hogy a partnerednek elég, hogy egy kicsit ideges legyen, te is ideges leszel. Mert az ő hatás, az ő agya behat a te agyadra. Na most ez így van életen keresztül. Persze minél felnőttebb vagyunk, minél érettebb vagyunk, kevésbé vagyunk ennek a hatása alatt. De megmondom őszintén, hogy most egy 74 éves koromban még mindig nem vagyok ettől szabad, hogy valaki másnak az idegállapota, vagy az érzelmi állapota ne hasson rám, az én agyamra. Na most ez legfontosabb és leghatásosabb persze a csecsemőkorban és a gyerekkorban. Mert az emberi gyerek, csecsemő a legsérülékenyebb, a legvédhetetlenebb, a legéretlenebbek az összes állatok között. Tehát a gyerek idegrendszere, hogyha egy EEG-t csinálná egy gyerek agyáról, mi az EEG magyarul? EKG vagy EEG. EEG, oké, ez is jó. Akkor, és ha ránéznéd a hullámokra, amik ki vannak írva, és ha nem tudnád, hogy egy gyerekről van szó, akkor azt hinnéd, hogy egy haldokló emberről van szó. Mert a gyerek, a kisbaba agya teljes káoszba van. És ebbe a káoszba a szülnek az agya kell rendet teremteni. De ez csak akkor történhet, hogyha a szülő agya rendben van. Hogy a szülő agya traumával hatásod van, szorongást érez, ezt a gyerek mind felfogja és megérzi, és személyesen veszi, és ki is hat az ő agyára, és az ő agyfejlődésére. Tehát a legnagyobb szolgálatot, amit a gyerekeinknek nyújtani tudunk, az az, hogy a saját dolgainkat kidolgozzuk, és az otthonba olyan kevés stresszt hozunk, amit csak tudunk. Ez a legjobb. Ez sokkal fontosabb, mint nevelési eszközök, stb. És persze, az szó se kell mondanom, hogy azt a traumát, amit mi nem dolgoztunk is át magunkba, azt 100%-ba átadjuk a gyerekeknek. Nem is tehetünk róla, ez csak így történik, így megy a dolog. Nem azért, mert nem akarjuk, nem azért, mert nem szeretjük őket, nem azért, mert nem vagyunk abba a legjobb szándékkal irányítva, csak azért, mert így megy a dolog. A traumákat átadjuk, tehát ezt fel kell látni, és persze rossz hírem van mindenkinek itten, akik házasságban vagy párviszonyban vannak. A partnert, akit választunk magunknak, az épp olyan fajta trauma, nem olyan fajta, de épp olyan fokú traumába él, mint te. Ezért választottad őt, és ezért választott ő téged. Hogyha valamivel kevésbé voltál te traumatizálva, mint a partnered, semmi köze nem lenne hozzá. De az azt jelenti, hogy most két ember, mint például az én házasságomnak az esetében, két eléggé traumatizált ember lép viszonyba egymással, és persze sokszor, amikor veszekszünk, mi mindannyian azt hiszük, hogy most ez a veszekedésnek az oka a jelenben van, de az igazság az, hogy amikor veszekszünk, vagy veszekedtünk, ami eleget megtörtént, akkor az én múltja veszekedett a feleségem múltjával. Ami erre nem jöttünk rá, de ez persze hosszú év munkáig jelentett. Az idő alatt a gyerekeink egy elég stresszes állapotba éltek. Tehát az első dolog az, hogy saját magunkon tudatosan dolgozunk. Ezt mondanám. A másik az, hogy ne legyenek rögeszméjünk, hogy hogy kellene a gyereknek lennie, hanem legyünk kíváncsi arra, hogy milyen a gyerek tulajdonképpen, mi az ő természete, milyen az érzékenysége, mit érdekeli őt, és hagyjuk meg minden lehetőséget arra, hogy ne vesse el a kapacitás arra, hogy kifejezze magát, és az érzelmeivel bizalommal hozzá tud fordulni. Ez a legfontosabb. Tehát vannak pszichológusok, akik azt tanítják, hogy
gyerekbe a haragot ki kell tiporni, hát a haragos gyereket küldjük a család szobába, hogy egyedül jöjjön, amíg a harag elmúlt, és akkor visszajött hozzánk. Pontosan az ellenkezőleg. Mert ha ezt tesszük, amit sok gyerekpszichológus tanácsol, a sok hülyeségükből, mit jelent? Az azt jelenti, hogy a gyerek mit tanulja meg? A gyerek megtanulja, hogy csak akkor van szeretve, hogyha nincs haragja. Tehát akkor le kell nyomnia a haragját, le kell nyomnia, de most, és az angol szó depresszió, depression, épp azt jelenti, hogy valamit lenyomunk. Tehát, hogyha arra kényszerítjük a gyereket, hogy nyomja le a haragát, garantáljuk, hogy később depresszt ember lesz belőle. Vagy lenyomja a fájdalmát, amit nem akar érezni, és sokkal függős lesz belőle. Stb. 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 Tehát a gyereket el kell fogadni, éppen úgy, ahogy van. És egyébként merem ajánlani, hogy szerényen mondom, szerintem az egyik legfontosabb könyv a gyereknevelésre, egy könyv, amit én írtam. Illetve nem olyan vagány, mint hallatszik, mert ez nem az én munkámat jelenti, hanem egy pszichológus barátommal írtam, egy Gordon Neufeld nevű kanadai pszichológussal. Én csak az írást tettem, mert ő nem egy író, mint én, de az ő munkája, és ez épp a magyar címe a Család ereje, és ez már kb. 20-25 nyelven megjelent világszerte. És azt mutatjuk ki benne, hogy a nevelés nem egy eszközöknek, módszereknek egy kérdése, hanem a kapcsolatnak a kérdése. Tehát a legfontosabb dolog, amit a gyereknek teszünk, hogy nyújtjuk neki egy biztonságos, szerető, elfogadó kapcsolatot, ahol a gyerek kényelmes, és akkor a gyerek hozzánk fog fordulni, nem a másik gyerekekhez, vagy nem a tévéhez, és nem a telefonhoz, ahhoz, hogy szórakoztassa magát, hanem hozzánk jön, és hozzánk ragaszkodik. És ezt erre a gyereket nem lehet kényszeríteni, erre a gyereket meg kell hívni. Tehát a mi kezünkben van, hogy a gyerekünk hozzátartozik-e, vagy elveszük-e, vagy nem. És akkor persze, mikor a gyerek már nem néz ránk arra, hogy milyen legyen a példa, hogy viselkedjen, hogy gondolkodjon, hogy legyen, és akkor olyan módon viselkednek a gyerekek, amik nekik nem tetszik, akkor mi legtöbb pszichológus vagy orvos szerint mit cseszünk, a viselkedést akarjuk megváltoztatni. Ahelyett, hogy megértenénk, hogy ezek a viselkedések mit jelentenek a gyereknek, és hogy milyen belső dinamikokat fejez ki ez a fajta viselkedés. Na most ezt már többször mondtam ezen a héten, hogy milyen érdekes, és milyen ékes, és milyen tartalomteljes a magyar nyelv. Mikor viselkedésről beszélünk, mikor viselünk valamit, az mit jelent? Hogy kívülről valami rajtunk van, például a ruhát viseljük. De az nem az igazi lényünket jelenti ki, ez csak a viselés jelenti, amit kívülről lehet látni, de belül valaki egész a valóság. Tehát a viselkedés is ez a helyzet. Hogy gyerek egy bizonyos módon viselkedik, meg kell érteni, hogy ez mit jelent a gyerekbe. Tehát nem a viselkedést kell büntetni vagy változtatni, hanem meg kell érteni, hogy a gyerek mit akar kifejezni. Hát ez a könyv erről szól. Beszélni egy kicsit arról a kurzusról is, amit már említettél, és amit most itt Budapesten folytattak. Erről a kurzusról? Ja. Szóval a kurzust, amit most fog befejezni, pár napon belül én már befejeztem a közreműködésemet. Egy kanadai naturopathic orvos, naturopath, természetgyógyász orvos, akinek egy Sikh neve van, mert ő egy bizonyos Sikh tanítót követ, Sadaram a neve, de ő egy kanadai nő, és ő nem csak természetgyógyász orvos, hanem egy jogatanár is, és kundalini jogát tanít, és már évtizedek óta, és egy kiváló kundalini joga vezető és tanító, és ő persze a jogának a nyugaton sokszor nagyon sekélyen érték a jogát, azt hiszik, hogy itt tornázásról van szó, és szép pózokról, vagy hogy a testet erősíteni, vagy rugalmasabbá tenni, ami igaz,
De az eredeti célja a jogának, a jog azt jelenti, hogy egység, vagy unity, az az volt, hogy a testet és a lelket egyességre hozza, és hogy mi egyesüljünk a világgal. Ez volt a jogának az eredeti célja. Tehát ez a kundalini joga gondolta, hogy ez segíteni fog a függőségeknek is, ami elkapcsolódásról szól. És már kidolgozta ezt a Beyond Addiction, illetve a függőségeken túl kurzus, és mikor ezen dolgozott, felfedezte az én munkámat a függőségről, amiről már beszéltem is, és ő kombinálta az én tanításaimat a jogával, tehát ezen a kurzuson, ami most fejeződik be, itt van kb. 70 ember 24 országból, még Magyarországról is vannak ott emberek, kb. 30-an, 30-35-en. Csinálják a jogát, tanulják a jogát, és napi 2-3 órát én is tanítok, és aztán emberekkel dolgozok, mondjuk a színpadon, a résztvevők előtt, hogy megmutassuk, hogy hogy kell a benső világgal dolgozni, például ezzel a valakinek a benső Hitlerre miatt szenvedett. Tehát ebből állt a kurzus. Valami más mondanom volt erről? Nem? Mondok, kifejeztem? Jó, oké. Most ugye sok ember Magyarországon biztos, hogy szeretne hasonló kurzusokon részt venni, hogy esetleg gondolkodtál azon is, hogy Európában kiképezzél olyan más gyógyítókat, tanítókat, akik ezt esetleg majd tudják nagyobb számban fogadni az embereket? Nézd azt a tényt, hogy itt Magyarországon megtartottuk ezt a hanfolyamot, abból lehet, hogy él Kanadában egy magyar származású természetgyógyász, aki először, mint orvos képzett, még itt Magyarországon, aztán kivándorolt Kanadába, ahol természetgyógyász lett belőle, és ő részt vett ezen a függőségen túl, a Beyond Addiction a műsoron, és ő elhatározta, hogy ide akarja hozni Magyarországra. Tehát az ő kezdeménye volt, hogy ide kerültünk, és ő képzenek tanítókat, most is voltak ott több országból, akik tanulják ezt, de hogy mennyire és mikor és hogyan, azt nem tudom. És mondjuk én nem vagyok ennek a vezetője, vagy a messiás mutogatta, hanem szívesen jövök és tanítok, de ez más kezekben van. Köszönjük, én most kinyitnám a közönségnek, hogy biztos vannak kérdései a közönségnek is, akár a kurzusról, vagy bármi másról Gáborhoz van. Ez mindjárt én. És egy szól is? Jó. Szádai Rezső vagyok. Jó napot. Levelezésben voltunk, ha emlékszel rá. 2012-ben, mikor itt voltál, akkor volt egy előadás, szintén ti rendeztétek, és az előadás zárásaként valaki megkérdezte, hogy mi lenne az árszpoétikád, tehát a tapasztalataidat összefoglalva, mondanál-e valamit. És akkor megemlítetted, hogy ugyanabban az évben, augusztusban elvégeztél egy 10 napos vipassana tanfolyamot. Yeah. És nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoztál róla, tekintettel arra, hogy én már nagyon régóta vipassanás vagyok, és csinálom ezt. Tudom, hogy mi van mögötte, és amikor a könyvedet olvastam, a Sóvárgás Démona című könyvedet olvastam, akkor tele van a könyvjegye, tehát ez tiszta vipassana, ez mondjuk tiszta a dhamma, tiszta az, amit a Buddha tanított, most is hivatkoztál rá. Ja, a Buddha egyik legjobb kollégám, ez teljesen igaz. Igen, tökéletes. Igen. Hát amit mondtál, hogy az ő legfőbb tanítás adott, hogy a tudat mindent megelőz. Ja. Ugye? És akkor a levelezés során én kérdeztem tőled, hogy hát ezt viszed-e tovább, vagy miért nem csinálod, és akkor mondtad, hogy valahogy a meditáció nem a te világod. Ja. Nagyon szomorú lettem, mert én úgy gondoltam, hogy te fogsz tovább menni ezen az úton, miként van, nem tudom, hogy a Paul Fleischmannnak a neve mond-e neked valamit. Ugye, hát ő is egy kitűnő pszichológus, világszerte ismert, nagy vipassanás egyébként, és nagy
hogy is mondjam, csak hirdetője ennek a vonalnak. Mi és a neve, mi a neve megint? Nem, az a kérdésem. Nem, de mi a neve ennek a tanítónak, amit most Paul említ? Fleischmann. Igen, persze. Igen, jó, remékszem rá. Igen. És akkor pár évvel ezelőtt az egyik levélben kérdezett, vagy nem is rosszul mondom, láttunk, nem tudom, hogy kinek volt szerencséje szintén látni ezt a televízióban, van egy pár, akik utaznak a világban, és különféle riportokat csinálnak, és veletek is, veled is, és a családon belül is csinált egy riportműsort, ott viszont azt mondtad, hogy meditálsz. A kérdésem az az, hogy jóga meditációt csinálsz, vagy vipassanát? Én nem mondtam azt, hogy meditálok. Akkor félreértettem. Akkor ezt a passzus szívesen megmutatnám neked. Megmagyarázod, értem, hogy miért gondolod azt, de azt mondom, hogy jogát teszek. Á, értem. Tehát én megtesztem, nézd, először is állítanám, hogyha te megszomorodtál azért, mert én nem meditálok, ez nem az én bajom, hanem a tied. Csak várjál. Érdeklődtem. Én tudom, kérdésed érdeklődtél. Ezt én nagyon jól vettem, csak azt mondom, hogy a szomorúságod a tied, nem az enyém. Így van. Jó. Egyetértek. Okay. Kettő, mivel nekem ilyen édelhelyedelős tendenciáim vannak nagyon erősen, mikor én ülök ottan, az agyam garantálom máshova megy. Hogyha 20 percig meditálok, vagy óráig, hogy az alatt 30 pillanatig ott vagyok jelen, az már egy nagy szót jelentene. Tehát a vipassanát megtettem, egyik legnehezebb dolog volt az életem, amit valami átkütköztem, és tényleg láttam benne a fantáziát, de is láttam, hogy ez nem nekem szólt. És egyébként a Fleischmann jött Vancouverba, és egy, bocsánat kérek, adott egy beszédet, és ma nem elaludtam az unalomtól. Pedig a könyveim tetszettek nekem. Tehát bizonyos energia hiányzott belőle, ami nekem szükséges. De két évvel ezelőtt felfedeztem, nem most ilyen felfedeztem, hanem találtam egy jogotanát, és rájöttem, hogy azt is állítottam sokáig, hogy például ez a jogás tanítóval, a szádárammal dolgozok, de én mondom, hogy én nem, jogás nem vagyok. Aztán két évvel ezelőtt rájöttem, hogy mégis jogás vagyok, és azóta van egy napi joga gyakorlatom, napi legalább is, ideálisan napi, praktikusan nem napi, de ma reggel is megtettem 45 percig, és ebben a 45 perc alatt a mozgás után van egy 20 perces meditáció is. És ezt hallottad a filmbe. Tehát én most se vagyok vipassanás, soha se lehet, soha se leszek is. Nem is kell. De tényleg a spirituális munkát, amit te teszel, nagyon értékelem, és az én módon pedig inkább a jogán megy, mint a tiszta meditáción keresztül. Csak ezt tudom. Akkor még csak egyetlen egy pici kérdés, hogy ez a meditáció, szóval ez alatt mit csinálsz? Elcsendesíted a tudatodat, vagy miben merül ez ki? Ez főleg ilyen lélegzési gyakorlatok, és a 45 percből 21 perc mondjuk ülve meditálok, de lélegzés van, és főleg a lélegzéssel, a lélegzettel dolgozok, és néha csillapodik az agyam, néha nem csillapodik, de sokkal inkább hat nekem, sőt, annyira hat nekem, még a feleségem is megoldhatva. A feleségem általában nem nagyon könnyen van meghatva általam, és mindig azt mondja, hogy sokkal szépen beszélek, mint élek. Beszélek, mint élek. Ez is nagyon érdekes. De amikor a jogát elkezdtem, egy pár napotában azt mondtam, hogy most tényleg látja a különbséget, ő is megtanulta. Tehát nekem ez az utam. De legalább van valami utam, és ami azelőtt nem volt, és teljesen megértem, hogy mennyire aggódtál miattam, mikor azt hitted, hogy nem volt semmiféle utam, akkor tényleg... Most tényleg látom, hogy bajban lennék, hogyha nem találtam volna meg valamit. Kinek van még kérdése?
vagyok, és az a kérdésem, hogy ha valaki szeretné ayahuascát kipróbálni egy ilyen szertartás keretein belül, akkor hol lenne a legközelebb? Köszönöm. Hát ez nehéz kérdés, mert... Ráadásul törvénytelen. De persze... itt is törvénytelen a dolog, tehát ez senki se reklamál, senki se teszi az interneten, most ayahuasca szertartást fogunk tartani. Azt tudom, hogy időnként, illetve évente jön ide egy sámán, vagy esetleg Csehszlovákiába, illetve nem Csehszlovákiába, Szlovákiába, vagy Csehországba, vagy Lengyelországba járnak sámánok, ahol ezt meg lehet tenni. Én itt ismerek embereket, akik ezzel dolgoznak, de nagyon titkosan, de nem is fogom a nevét nyíltan kimondani. Nem tudom, mit javasoljak. Ez a nehéz. Hogyha persze, hogyha már Dél-Amerika, másút Európában is vannak, Spanyolországban, stb. Itt, hogy csinálják. Vannak kapcsolataim ilyen emberekkel, de nem tudom, mit mondjak róluk. Én magam jövőjében Perúba fogok vezetni egy visszavonulást, de ott is csak 20 ember tudnak elfogadni. Tehát ezt mondjuk magatoknak kell kikukatni, én erre nem, ezzel nem tudok segíteni, sajnos. Oké. Lenne két kérdésem a folyamattal kapcsolatban. Az egyik az, hogy 20-25 résztvevő van, és egy sámán a résztvevővel, tehát lesz olyan 10 sámán, tehát mindenkinek jön egy rész. Vagy ha csak 5 sámán van, az nem egy kicsit kérdés, tehát az ember az egyet ember úgy kérdődik. Nézd, most nem javasolom, és nem... Eddig, ahogy mi tettünk, a 21-24 ember között három sámán dolgozott, ami éppen elég, mert az azt jelenti, hogy mindenkivel legalább egyszer az éjszaka alatt valaki tud dolgozni, és van elég támogatás mindenkinek. És nem csak a sámánok, hanem segítők is vannak ott, akik fizikailag vagy lelkileg segítenek, hogyha valamikivel zavarba kerülsz. Tehát ez egy jó arány. A Perúban azt hiszem 4-5 sámán lesz a 21 embernek, aztán ott úgy csinálják azon a helyen, ahol ezt meg fogjuk tartani, ami bőven elég. Oké, köszönöm. Szóval. És a második és utolsó kérdésem az adagolással kapcsolatos. Tessék, tehát amiről? Az adagolással kapcsolatos a második kérdésem, tehát... Dosing. Dosing. Tehát lehet például... Minek a... Tehát az a háttere a kérdésemnek, hogy lehet, hogy valaki oda megy, és azt mondja, hogy hú, én nagy rúgást szeretnék, és oda mehet egy más valaki, aki azt szeretné, hogy én csak egy kicsit szeretném ezt megtapasztalni, vagy pedig van egy valami mérték, amit mindenki kap. Ja, mondjuk igen, de megmondani, hogy... lehet valaki egy nagy adagot szedni, és nagyon keveset tapasztalni, és valaki más egy kicsit beszve, és nagyon mély dolgot tapasztal. Tehát én például általában mindig sokat kérek, mert nagyon kemény a koponyám, és nehéz engemet más állapotba helyeztetni, de sokszor kevesebbet tapasztalok, mint mások, akik kevesebbet ittak, mint én. Tehát ez egy nagyon egyéni valami, de azt tényleg mondjuk embereknek, hogyha félsz, ha nem akarsz nagy adagot, akkor kapsz egy kicsit, és próbáld meg, és akkor már meglátod, hogy akarsz-e többet inni az éjszaka alatt. Tehát ez így is megy. De nincs egy bizonyos adag, mint egy orvosság, amit mi mindenkinek adunk. És tulajdonképpen a sámán elhatározó, rád néz és elhatározó, hogy mennyit akar neked adni. Igen, légy szíves. Krotos József vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy itt hallottuk azt, hogy az ayahuascával dolgozol, és hogy azt is hallottam ebben, hogy tehát nem folyamatosan, és hogy ez csak azért, mert hogy illegális a dolog, vagy,
vagy erről miért? Nem csak azért. Az valószínűleg igaz, hogyha legális lenne, törvényes lenne mondjuk Kanadában, akkor mondjuk gyakrabban dolgoznák vele, de nem túl sok gyakran, mert nem az én misióm, hogy mission? Misszió. Oké, jó. Nem az én misszióm az életemben, hogy én a szerekkel dolgozok, vagy ahhoz kell dolgozok, hanem az, hogy gyógyulást segítsek és tanítsak a világban, amit tudok. És mikor ayahuasca-ba dolgozok egy hét alatt, akkor 21 emberrel dolgozok egy hét alatt, nagyon keményen. De például jövő márciusban 3-4 ezer emberrel fogok beszélni, tanítani egy ilyen konferencián. Tehát azért is alá... Tehát három ok miatt dolgozok. Aránylag keveset vele. Egyik az, hogy illegális, tehát máshova kell utaznom, hogy ezzel dolgozok. Óvni kell a saját energiámat is, és sokat kivon belőle, amikor ezzel dolgozok, mert tényleg nehéz munka. Emberek ilyen mélyen és részletesen és személyesen dolgozni. És három az, hogy mást is akarok tenni a világon, tehát csak erre jut időm. Ez az okja. Vannak akik kifejezetten csak az ayahuascával dolgoznak, ez az ő fő céljuk, de nekem nem. Bocsánat, van egyébként szép magyar szó is a missionre, küldetés. Küldetés, igen, köszönöm szépen. Jó napot, László Sándor vagyok, és igazából csak annyit szeretnék kérdezni, hogy az LSD-vel ki lehetne váltani az ayahuascát, vagy esetleg mi a különbség a kettő között, hogy miért pont az ayahuascát választottad, és akár miért nem az LSD-t? Ez mindig nehéz nekem erre a kérdésre válaszolni. Van itt egy kollégám Kanadából, illetve Magyarországról, aki többet dolgozott az LSD-ről, mint én. Esetleg te szeretnél válaszolni, Kata? Az LSD-ről és az ayahuascáról a különbségről? Van arra mondani? Van? Akkor gyár fel és mondjál valamit. Jó. Jó estét, sziasztok! Kálmán Kata vagyok, magyar származású, Kanadában élek, terapeutaként dolgozom, és egyébként köszönöm ezt a kérdést, mert mostanában találtam meg a... Kire kell néznem, ki kérdezett? Mert mostanában találtam meg erre a választ, és elkezdtem izgulni. Hát csinálj egy terapista valami. Ja, szóval, hogy a vicces mondom, az ayahuasca kapcsán szoktak arról beszélni, hogy amit angolul úgy hívunk, hogy cultural appropriation. Uh-huh. Tehát, hogy az ayahuasca, hogy rendben van-e az vajon, hogy ayahuascával dolgozunk Kanadában, Magyarországon, mikor az ayahuasca egy Dél-Amerikából származó szer. És én meg pont az LSD kapcsán tapasztaltam meg azt, tehát terapeutaként traumával dolgozom, MDMA-val meg LSD-vel, és amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor gombával is dolgoztam, és aztán letisztítottam a kínálatot MDMA-ra meg LSD-re, ugyanis rájöttem, hogy én egy 20. századi nő vagyok, urbánus közegből, és ezek a gyógyszerek, ezek a 20. században születtek. Tehát én nagyon fontosnak tartom a munkámban azt, hogy és konkrétan izgulok, hogy az LSD a II. Világháború környékén született, és tényleg azt látom, hogy elképesztő módon rezonál a klienseim traumájára, amik nagyon sok esetben a II. Világháborúig vezetődnek vissza. Tehát egy kicsit azt érzem, hogy közelebb van az én klientúrámnak a traumájához az LSD. Jobban beszéli azt a nyelvet, mint mondjuk az ayahuasca. De ez egy ilyen nagyon személyes történet, és lehet, hogy tök más válaszolnék a kérdésedre 10 év múlva, de most ennyi munkával, ennyi tapasztalattal a hátam mögött tudom azt mondani, hogy urbánus embereknél én az LSD-t ott, ahol élek, Vancouverben, ahol dolgozom, nagyon-nagyon hatásosnak látom. És hogy már csak úgy értettem kérdést, hogy a hatása, hogy lehet összehasonlítani? A hatására azt mondanám, hogy nagyon hasonló. A nyelv, amit beszél, az más. Tehát ugye Gábor mondta, hogy az ayahuasca beszéli a szellemek nyelvét. Az LSD-nél azt látom, hogy megtalálja a kliensnek a nyelvét, és azon a nyelven beszél
amit a kliens a legjobban ért. Tehát rendkívül személyes, minden egyes LSD traumafeldolgozás rendkívül személyes, elviszi a klienst a saját traumájához, ebből a szempontból hasonló. Itt nem jönnek kígyók, itt nem jönnek tündérek meg ördögök, a saját traumát beszél hozzád egy nagyon világos nyelven. Szóval a te véleményed szerint akkor az LSD mondjuk egy indokoltabb valamint legtöbb embernek, mint az ayahuasca? Csak azért mondom, hogy nincs én bajom, hogy ez a véleményed, de most tudok, ismerek sokat, akik nem egyeznek meg. Ja. Hát nem mondanám, hogy indokoltabb. Na, amit az elején mondtál, hogy, vagy talán nem is itt mondtad, hanem a workshopon, hogy ha hív téged valami, akkor menjél oda. Tehát, hogyha az ayahuasca hív, akkor menjél az ayahuascához, ha az LSD hív, akkor menjél az LSD-hez. Gyönyörű munka, gyönyörű gyógyulás lehetséges. Nagy különbség az, hogy az LSD az mindig személy, tehát egy one-on-one, tehát egy emberrel dolgozol, az ayahuascánál pedig ez a közösségi hatás, ez még hozzátesz. Ja, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor a Mici Mackó, az ayahuasca, az LSD, a Robert Gidda, de mind a kettő egy. Csak egy rövid kérdés. Lehet, hogy ez nagyon amatőr, de hogy ezekben a szertartásokban ugye a sámánok, igen, vagy a gyógyítók, igen, is használnak szert. Igen. Igen, sőt, hagyományosan még az is megtörtént, hogy csak a sámán itt az ayahuascát, és így lát bele az embereknek a lelkébe, és őket gyógyította, annélkül, hogy ők szedték volna az ayahuascát. De hát ők is nagyon szedik, és ez fontos nekik. Sziasztok, Bálint vagyok. Nekem az LSD-vel kapcsolatban lenne csak még két kérdésem. Hogy nektek Vancouverben, Kanadában ti legálisan tudtok terápiákat csinálni az LSD-vel? Dehogy. De mondjuk a rendőrségnek is más bajok van, mint hogy utánjuk maszkáljanak, hogy használnak, vagy nem használnak LSD-t piváton valakivel. De egyszer, megmondom őszintén, Kata és én dolgoztunk egy nagyon híres amerikai popstárral, aki feljött Los Angelesből, Vancouverből, hogy velünk dolgozzon, és LSD-t használtunk, és ennek van egy ilyen podcastja, és a lányom, aki Amerikában tanul, küld nekem egy sürgős textet, hogy ez a bizonyos valaki, én most mondta a poszkátyán, ő Vancouver volt a Gábor Mátéval LSD-t használva. Hát én... Nekem már csak erről volt szükségem, tudod, hogy legközelebb még át akarok menni Amerikába tanítani, hogy megálljanak engem a határnál, hogy én vagyok az a bizonyos valaki. Tehát rögtön felhívtam ezt a popstart, hogy vegyed le ezt a podcastot az internetre, és nem is említsed soha senkinek, hogy kinek a házánál voltál, de ilyen legális ott is a dolog. Tehát szerencsére eddig még semmi bajom nem történt emiatt, és megmondom őszintén, nem is olyan gyakran dolgozok én az LSD-vel. Tessék? Hogy annyit mondanék, hogy Vancouverben annyiból könnyebb ez a munka, hogy nagyon nagy a szakmai elfogadottsága és támogatottsága, és van egy szakmai közösség, ami tényleg támogatja ezt az ügyet, ebben ügyvédek is vannak, és ők felállítottak egy olyan keretrendszert, ami a klienst is, és engem is, mint terapeutát véd. Alá kell írnunk egy-két nyomtatványt, amiben azt jelentjük ki, hogy a kliens maga szerzi be ezt a szert, illetve hogy én nem vagyok ott, amikor ő beveszi, és akkor az elképzelés, hogy a kliensem bevett rendkívül sok LSD-t, nagyon megijedt és megkért, hogy legyek vele. Tehát ilyen módon legálisan ezt tudjuk csinálni, és tényleg azt kell látnotok, hogy ott nem stigmatizált ez a munka, hanem nagyon erősen támogatott a társadalom mindenféle tagja által. Akkor még csak két rövid kérdés, pont ez. Még egy pillanatok esetleg. Folytasd. Igen. Van egy másik kérdése? Igen, kettő van. Igen, az egyik ilyen kicsit politikai, hogy szerintetek ez az új liberális kanadai kormány vajon legalizálni fogja ezt, a másik pedig az, hogy a terapeuta egy LSD terápián bevesz LSD-t, vagy tiszta. Ez a két kérdés. Sorry? Yeah. Tehát a terapeuta ugyanúgy, mint az ayahuasca, egy mikrodózisnyi, nagyon pici LSD-vel dolgozunk mi, a kliens pedig egy nagyobb adaggal. Oké. De egyébként
Én két héttel ezelőtt tettem egy ilyen terapeutikus gyógyítást egy pacienssel, egy 51 éves emberrel, akinek prostata rákja van, már a csontjában is van, tehát 4 fokos prostata rákja van. És kifejezetten valaki, aki a testlázadása címem könyvét fejezi ki az életébe, gyerekkor óta elnyomta az érzéseit, és ez nagy szerepet játsz a ráknak a fellépésére, fizikai okok miatt, és az MDMA-vel dolgoztunk, és én nem vettem semmit. Én csak, ő vette az MDMA-t, és vele dolgoztam, és nagyon szépen ment a dolog, és én nem úgy érzem, hogy nekem föltétlenül be kell szedni a szert, amikor valami dolgozik. Mások másképpen csinálják, de én úgy találtam, hogy éppen jelen tudtam volna lenni vele az MDMA nélkül, mint vele, és mondjuk inkább tudtam magamat irányoztatni enélkül. De akartam másképpen csinálni, és ez egy egyéni valami, hogy szedjük vagy nem szedünk. Néha, amikor a Katával dolgoztunk, mind a ketten szedtünk egy kis anyagot, és a többi, és persze a kliens többet szed. Oké? Okay? És esetleg a kanabisszal való pszichoterápia az mennyire lenne életképes, vagy arra gondoltatok esetleg? Vagy aki ezt nem értette? A kanabisszal való pszichoterápia. Még egyszer. Cannabis, weed, working with weed. Weed? Cannabis, én ismerek valakiket, akik a kanabisszal dolgoznak, egy terapeutikus módszer alatt, céllal. Vagy esetleg szertartást is tartanak spirituális célokkal. Én magában nem vettem részt soha, és tapasztalatom vele nincsen. De ismerek embereket, akik ezt nagyon komolyan veszik is. És épp most van Vancouverban egy cannabis kongresszus, vagy volt ezen a héten, ami épp erről szól. Én egy kicsit még így a család témához kanyarodnék vissza, és ebbe kérném a rálátásodat, hogy mi van akkor, mikor már nagyobb a gyermek, és 3, 4, 5, vagy tehát, hogy még akár nagyobb, akkor a szülő hogyan tudja segíteni azt, hogyha nyilván van valamilyen traumája, és ez látszódik, tehát, hogy érzi a szülő, vagy adott esetben még nem is érzi. Tehát akkor mi a helyzet itt a szülőnek a saját fejlődésével, bevonása, pszichológusnak, vagy egyéb más segítségnek a gyerek részére, hogy erről mit gondolsz? Ha 4-5 éves gyerekről van szó, én általában a tanácsom az, hogy ne a gyereket küldjék pszichológusnak, hanem a szülőt. Mert a szülőnek van a legnagyobb behatása a gyerekre. A pszichológus a gyereket esetleg egy óráig látja egy héten, játszik vele esetleg, és a gyerek rajzol, beszél egy 4-5 évesen, nagyon nehéz. Ami mondjuk jó, de a legfontosabb az, hogy milyen körülmények között és milyen stressz hatások alatt él a gyerek. Tehát az igazi változásoknak a szülőkbe kell kiváltani, és a családba és az otthonba. Tehát mikor gyerekekről van szó, akár édáhéjéről, vagy szorongásról, vagy depresszióról, akármiről, inkább a környezetbe kell megteszni a változtatásokat, és akkor a gyerek is változni fog, mert a gyerek befolyásolva vannak a körülmények által, amit mondtam, és az agyuk is nagyon is a körülmények hatása alatt működik. És ezeket a korai traumákat így ilyen formában föl tudja dolgozni a gyermek így folyamatban? Tehát ahogy változik a körülmény? Itt nem arról van szó, hogy a gyereknek fel kell dolgozni a traumát, arról van szó, hogy ki kell váltani a gyerekbe azt a rugalmasságot, hogy később az életben meg tud birkózni a traumával, és tud velük élni, és megvan első eleje, elég belső eleje arra, hogy ezzel szembenézzen, és hogy tudjon kérdezni, hogy tud kérni segítséget, hogy szüksége van rá. Tehát ezek a dolgokat kell tanítani a gyerekeknek, nem az, hogy a traumát 4 éves korban feldolgozzák. Jó? Várhegyi Bulcsú vagyok, jó estét. Azt szeretném megkérdezni, hogy beszéltél erről a belső munkáról, amit itt folytattatok ezen a kurzuson, és azt szeretném megkérdezni, hogy ennek az elsajátítására, vagy milyen könyveket tudnál esetleg ajánlani, mert nyilván most... Egy írótól kérdez, hogy milyen könyveket tudnál javasolni?
Nyilván a te könyveiden kívül esetleg, vagy pedig azokkal együtt. Hogy milyen könyveket? Nézd, először is, ha nem ismered a munkámat, akkor nagyon ajánlom az én könyvemet, mert ezek erről szólnak. A test lázadása, a fizikai betegségekről szól, amit a stresszt és a lelki stresszt és a gyerekkori trauma okozza. És a függőségekről szól a könyvem, a sorvágás démona, pedig mondjuk a lelki és mentális bajokról beszél, ami szintén a gyerekkori traumával ered. Tehát és szerintem és mások szerint is ezek a könyvek nagyon mélyen és nagyon jól tárgyalják ezeket a kérdéseket. Emellett most beszéltem majd egy Buda László nevű magyar orvossal, aki írt egy könyvet, aminek az a... Mi a cím a könyvnek? Hogy a test mit mond? Tessék? Mit üzen a test? Szerintem nagyon jó könyv, mármint amit láthattam belőle egy nap alatt, de nagyon megegyezek az álláspontjával. Mit üzen a test? Ha a gyerekkori traumáról akarsz tanulmányozni, akkor az Alice Miller, vagy Miller Alice nevű svájci-német pszichoterapista, akinek az angol címe a könyve, amiknek a könyve tényleg egy forrás mindenkinek, aki a gyerekkori traumával működik. Az angol címe a könyvének The Drama of the Gifted Child, a német címe az eredeti értelme az volt, hogy a gyerekkor rabrai, mert mindennyire a gyerekkornak a rabrai, nem tudom, hogy a magyar címe a könyvének mi, de az író neve Alice Miller. Ha a gyerekkori, ha traumáról akarsz tanulmányozni, akkor van egy Bessel van der Kolk nevű hollandi-amerikai pszichiáter, akinek a legújabb könyve legalábbis angolul, nem tudom, még magyarra lehet fordítva, valaki tudja, lehet fordítva a könyve magyarra? A címe az, hogy When the Body Keeps the Score, szintén amikor a test megtartja a... Hogy mondjam? Tessék? Az ütést, ja. Nem tudom, még magyarra lehet fordítva. Tehát, hogy elkezdett kutatni ezt a témát, sok forrást fog találni. Jó estét! Én azt szeretném kérdezni, örökbefogadott gyermekem van, akit már születésétől örökbefogadtam, akinek az édesanyját súlyos feldolgozatlan traumák érték. És az a kérdésem, hogy mennyire tudja a környezet befolyásolni, vagy ellenpontozni a hozott traumákat, vagy ezeket a feldolgozatlan traumákat a gyermekben. Tehát te adoptáltál egy ilyen gyereket? Igen, igen. Hány éves most a gyerek? 14. És hogy mennek ilyen dolgok? Jól. Akkor miért kérdezem? Mert érdekel a téma. Persze. Nézd, mi a szó? Az örökbefogadott gyerek az hátránya a kezdővilágot, az életét. Már tudjuk azt is, hogy az emberi élet és az emberi feledés nem csak a születés pontján kezdődik, hanem még már, mint magzat, a méhpej és a körülmények nagyon befolyásolják a fejlődésünket. És minél több stressz alatt van az anya, anyától stressz tapasztal a gyerek is, mert az anyának a stressz hormonjai a lepényen keresztül átmennek a gyerek szervezetébe, és a sok adrenalin és a kortizol a gyerek agyfejlődését negatívan tudják befolyásolni. Ez az első, tehát, és persze mondanom se kell, hogy majdnem minden gyerek, aki örökbefogadásba kerül, egy traumatizált anyádnak született, vagy az anya nem lenne traumatizálva, nem kellett volna feladni a gyerekét. Tehát egy szegény asszony, vagy egy bántott asszony, vagy egy függős asszony, vagy egy nagyon fiatal kislány, akinek gyereke van. Tehát majdnem kivétlen az, hogy a gyerek még a magzatság korában is sok stresszet tapasztalt. És ezt tudjuk már sok tudománytól, sok tapasztalt után, hogy ennek komoly kihatásai lehetnek.
És ja, ez az első. A másik az, hogy az örökbefogadott gyereket akár szeretjük, akár nem szeretjük ezt a valóságot, de egy nagy csapás érti, és az a csapás az, hogy el van ragadva, el van kapva, el van szakítva az édesanyjától. Yeah, az anyától. És mire a gyerek már megszületik, mert hozzászokik az anyának a hangjához, a szívdobogásához, az életritmusaihoz, ez egyfajta csapás jelent, ami a gyerek implicit emlékezetébe megmarad élete végéig. Van egy, hogy a gyerek erre tudatosan emlékezne. Tehát ez bennem is megvan, ez ilyenfajta elválasztási trauma, mert mint esetek tudjátok, akik olvasták a könyvet, egy éves voltam, illetve 11 hónapos voltam. Éppen tegnap látogattunk meg ezt a helyet a feleségemmel, ahol mint egy zsidó kisbaba egy házban laktam, teljesen lehetetlen körülmények között, anyám nem is tudta, hogy ő se fog élni egyik napról a másikra, se, hogy én. Tehát átadott egy idegen keresztény nőnek, aki kicsempészett engem, és elvitt valahol máshova, és csak 6 héttel később jöttem vissza még az anyámmal, mikor az oroszok bevonultak Budapestre. Na most ez a visszautasítási érzés egész életemben bennem volt. Most már soha olyan erős, mint azelőtt volt, közel se. De ez sok munkába került nekem, hogy ezt el tudjam engedni. Tehát ez mondjuk benne van a gyerekben is. De most a kérdés az, hogy ki lehet ezt küszöbölni, tud ebből a gyerek fejlődni? Igen, szerencsére, mert tudjuk azt az emberi agyról, hogy nagyon befolyásolva van a körülmények által. Tehát hogyha ezt a gyereket szeretettel és megértéssel és türelemmel fogadtad, és nem váltad el, hogy rögtön úgy viselkedjen, mint hogy a te babád lenne, hanem megérted, hogy esetleg miért vonakodik, vagy miért kapaszkodik túl ezek a gyerek vagy túl sokat vonakodnak tőled, vagy túl sokan kapaszkodnak hozzád. Mert így védik magukat. Hogy ezt türelemmel látod, és megvan a megértésed hozzá, akkor ezt teljesen ki lehet küszöbölni. Esetleg, mikor felnőtt, és egy viszonyba kerül, ez lány vagy férfi? Kislány. Esetleg, mikor egy viszonyba kerül később, nem is érdekel, hogy nővel vagy férfi, és a párja kicsit feldén néz rá, hogy mondják angolul, esetleg kicsit haragan néz rá, és esetleg egy mélyebb visszaosítást fog érezni, mint valaki más érezne. De benne van a kapacitás, hogy ezt kidolgozza, tehát teljesen attól függ, hogy milyen körmények között nőtt fel a gyerek, és ezt mind helyre lehet hozni. Sokszor persze ezt a örökbefogadó szülők nem értik, és maguk is megvannak zavarva a gyerek viselkedése által, és akkor több baj lehet okozni, de hogyha megértésre állunk hozzá, akkor semmi baj nem lesz. És itt is a beszélés róla, az egy, tehát a beszélgetés ezekről a helyzetekről, vagy erről való kibeszéléshez is számít. Ez is fontos, és persze már valószínűleg megtanulhat, hogy akkor beszélünk amikor ő kérde, de ne akkor beszélünk, hogy mi szeretnénk, hanem amikor ő szeretne. Igen. Pontosan. Köszönöm. Ja, szívesen. Ként az érdekes, most olvastam nemrég, hogy van ez a francia filmsztár, az Alain Delon, aki nagyon híres volt. Alain Delon, a francia filmsztár, igen. És hogy most olvastam róla, hogy 82 éves idős, és hogy igazából utálja a világot, és hogy most bevallotta, hogy megkapott mindent az életében, nők, pénz, siker, igen. De hogy őt adoptálták kisgyerekként, és igen. Ő ezt a traumát nem tudta feldolgozni egész életében. Hát nem tudta feldolgozni, mert nem kapta meg a segítséget, és sajnos tényleg a pszichológusok és az orvosok között nagyon kevések értik a traumát. Tehát valaki el tud lyukadni a 18. évig, anélkül, hogy a traumát kidolgozta volna. Ez tényleg az orvosi és pszichológiai világ szegénységét képviseli, és megmondom, amit itt láttam Magyarországon például, 5 évvel ezelőtt, mikor megjelent itt a könyvem a függőségekről, a sorvágás démona, volt egy előadás, amit a nőklapja rendezett
ketten beszéltünk. Előttem beszélt egy nagyon ismert magyar úgynevezett szakember a függőségekről, illetve a leghíresebb magyar úgynevezett szakember, és hülyébb dolgok az életemben nem hallottam. Ő úgy gondolta, hogy úgy kell segíteni az embereknek, hogy támadjuk őket, és kritizáljuk őket, és gyalázzuk őket, és majd egy vagy, hogy segíteni fog nekik a függőséggel. Pedig szerintem a megértés kell, és az együttétés kell, és meg kell érteni a traumát. De ezt azért csinálta, nem azért, mert gonosz, és nem azért, mert nem okos, mert okos valaki, és jó gondolatú valaki, de azért, mert az ő traumáját sosem nem dolgozta fel. És sok a pszichológus és az orvosok között jó gondoltak, de az ő traumáikat nem dolgozták fel teljesen, és emiatt átadják a traumájukat a klienseiknek. Tehát valószínűleg ez történt az Andilonnal. Sőt, amint tudod, Péter, ismerünk egy kanadai valakit, illetve magyar eredetű kanadai valakit, aki szintén pszichoterapista, aki ide is jár, és szerintem nagyon ezt a dinamikumot reprezentálja, tehát erről sokat nem szokok beszélni, de nehéz nem említeni, mert ő nagyon képviseli épp ezt a tendenciát, hogy brilliáns valaki, aki saját magát nem ismeri. Azt hiszi, hogy ismeri magát, de nem ismeri saját magát, és emiatt több kárt tud okozni a világba. Jó estét! Jó estét! Említette, hogy fennálló pszichózis esetén nem javasolja azt a perui módszert. Ezt kifejteni bővebben, hogyha megkérem? Bocsánat, kérlek, tartok az olyan? Pszichózis esetében nem javasolom az ayahuascát. Megint azért, mert az ayahuasca ki tudja váltani a pszichózis valakiben. És amiben nem lenne baj, amit mondtam ezelőtt, mert a pszichózisnek az értelme van. A pszichózis, például, ha valakinek üldözés mániája van, és azt hiszi, hogy a Marsból az idegen lények kontrollálják, vagy üldözik, maga a tartalomnak, ennek a gondolatnak teljesen nincs igazság benne, persze valóság benne, de az érzés, hogy ő tehetetlen és kicsi és veszélyben van, az egy igazi érzés, ami a gyerekkorából ered. Tehát a pszichózis nem az érzelemből áll, a pszichózis éppen azért abból áll, hogy fél a valóságtól, és inkább azt hiszi, hogy a Marsból üldözik őt valakik, mintsem, hogy belátja, hogy ezt ő tapasztalta a saját bőrén, mikor tehetetlen és védetlen gyerek volt. Ezért menekül a pszichózisba. Tehát a pszichózis is egy menekülést jelent ebből a szempontból. De ezt nagyon nehéz feldolgozni. Ehhez sok munka kell, sok idő kell, és hogy valaki eljöjjön például egy 10 napos vagy egy 7 napos visszavonulásra, és ezt a pszichózist kiváltjuk benne, és akkor hazaküldjük. Kihez? Mihez? Ki fog vele dolgozni? Ki fog vele foglalkozni, hogy ezt tényleg át tudja dolgozni saját magába? Tehát erre sok időre és sok energiára lenne szükség, ami nem létezik sajnos. Ezért nem fogjuk el az ilyen embereket. Nem azért, mert félek a pszichózistól. Nem félek a pszichózistól. Köszönjük, eléggé elszaladt az idő, de ha még egy kérdés van esetleg, akkor azt arra van. Akkor még egy kérdés. Jó. Mondok, Árpád vagyok, szervusz. Nagyon tetszett az előadás, és hogy ennyire árnyaltan beszélsz egy olyan helyzetről, amiről nekem Harari jutott eszembe, törölök egy mondatot, ami ő azt mondta, hogy régen az volt a tudás, hogy honnan lehet megszerezni a tudást. Ma meg az a tudás, hogy ebben a rengeteg információban hogyan választom ki, hogy mi az igazi. És engem azt foglalkoztatott végig, hogy hát el fogsz menni. Tessék? Te el fogsz menni. El fogok menni? Igen, nem élsz itt. Az teljesen igaz. Igen. Sőt, már vasárnap este utazok. Így van. És hogy azért a magyar kulturális közeg az olyan, hogy a magyar pszichoterápiás
folyóirat, az megkérdezett 180 pszichoterapeutát, hogyha valaki bejön egy Isten élménnyel hozzá terápiába. Yeah. Nem kígyó, meg ördög, Isten élmény. Yeah. Akkor mit csinálsz? Mm-hmm. És van, aki azt mondta, hogy hát legyógyszerezem. Mi szerez? Gyógyszer, oké, jó. Get a chemical jacket. Oké, okay, jó. Van, aki meg azt mondta, hogy hát elküldöm ahhoz a valláshoz, aha, amelyikről beszél. Igen, értem. És a kettő között, hát elég kicsi a szórás. Ja. És hogy bennem az merült föl, hogy hogy látod a saját felelősségedet azzal, hogy idehozol egy olyan tudást, amit te magad évek alatt szereztél meg. Nagyon sok gyakorlással, kipróbálva, elfogadva és elutasítva helyeket és módszereket, és nagyon sok támogatással. Kanada egy rendkívül támogató ország, befogadó, amennyire én látom, a magyarhoz képest. Ha csak nem benszülött vagy. Igen. Ebben nagyon hasonlít a magyarhoz. Ja, igen, értem. Szóval, hogy látod a saját felelősségedet azzal, hogy egy ilyen tudást idehozol? Most azt kérdezed tulajdonképpen, hogy én hogy tanultam, amit tudok? Nem, én azt kérdezem, hogy látod, mit vársz attól, hogy mindazt, amit itt elmondtál ebben a néhány órában, meg amik a könyvek idehoznak. Milyen hatást szeretnék? Igen. Mit vársz? Elég, én azt mondanám, hogyha nem ezt kérdezted, de mégis válaszolok. Hogyha hozzám egy ilyen Isten eseménnyel jönne, engem az érdekelne, hogy mit jelent ez neki az életébe. És onnan kezdem. Kíváncsi lennék, hogy miről van szó. Nem küldeném sehova. Megkérdezném, hogy mit jelent neki, és hogy milyennek a forrása, stb. Tehát komolyan venném a tapasztalatát, és felkutatnánk, hogy mit lehet ebből levonni, mielőtt elhatároznám, hogy teljesen be van dílizve, és orvosságot adnám neki. Nézd, tudom, hogy nem azt kérdezted, hogy honnan tudom, amit tudom, vagy hiszem, hogy tudom, amit hiszem, hogy tudom. De mégis, mikor azt kérdezed, hogy milyen hatást várok, szerintem mindenkinkben megvan, és azért vagytok itt. Akármi ok ide vezetett, az alapja az volt, hogy hiszel a változásba, hogy megérted, hogy a változásnak és a belső változásnak szüksége van, és van benned valami, ami bízik a tudásba és a tapasztalatba, és ez a részünk mindegyiknek megvan. Vannak, akikben ez teljesen le van tiporva, de még mindig is létezik. És amit én tudok, azt tényleg tanulmáztam több dolgot, de a legnagyobb tanulmazásom a benső munka volt. Sokszor egyedül, sokszor másik segítségével. És de mit várok? Azt várok, hogy esetleg támogattam benned azt a folyamatot, ami már úgyis benned létezik és aktívan működik, hogy te tovább akar, mélyebben akarsz ismerni saját magadat, mélyebben akarsz ismerni a világot és a valóságot. Tehát, hogy én hozzá tudok járulni mi kis módon is, bizonyos fokig, akkor nagyon boldog lennék, és remélem, hogy valamennyire sikerült a kíváncsiságot és az önmagad felé kíváncsiságot valahogy támogatni és tovább felébreszteni. Ez lenne mondjuk legnagyobb kívánságom a mai estével kapcsolatban, amiért egyébként nagyon köszönöm a Sárosi Péternek, hogy megrendezte, megint hálás vagyok, hogy egy magyar közösség előtt hoztál engem. Még mondok még valamit erről, és aztán befejezem. Mondtam ezt a héten ezelőtt is. Ez a munka, hogy magukat és a világot ismerjük, ez sose végzik be.
legalábbis nagyon veszélybe vagy, hogy azt hiszed, hogy befejeződik, és vannak ilyenek, főleg politikusok, de ez a munka sose végzik be. És már meg is írtam a saját sírfelirásomat. A síremet azt fogja mondani, hogy ez az élet sokkal több munka volt, mint elképzeltem volna. Tehát remélem, hogy nektek is ez így van, és köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük, Gábor, és még a szervezők nevében picit erre a kérdésre is válaszolva, hogy mi a Gábort azért hívtuk el, mert én azt gondolom, hogy igaz, hogy Magyarország még nem annyira befogadó ország, mint Kanada, és hogy a szemlélet az még nagyon más attól a szemlélettől, amit te képviselsz, viszont nem visszhangtalan, én azt gondolom. Itt, hogy most szétnézek ebbe a teremben, már is látok sok olyan ismerős szakembert, akár aki pszichológusként, szociális munkásként dolgozik, aki ezt a szemléletet képviseli, és hogy lehet, hogy kevesen vannak, de azt gondolom, hogy már elindultak a változások, ezek az emberek a saját kis körükben azért tudnak segíteni, tudnak hatni, és ha bár jelenleg teljesen más irányba halad a közélet Magyarországon, de ez szerintem nem fog örökké tartani, úgyhogy szerintem hasznos, hogy itt voltál, és mindenkinek köszönjük, hogy eljöttetek. Legközelebb majd bejelentjük, hogy milyen témával még nem tudjuk, de majd folytatjuk ezt a rendezvénysorozatot. Köszönjük!